kormány mögött, vagy kint az utcán. Télen és nyáron a hajnal hasad, a meló van nagy, csak pirítod a hasad. Valami felrász, magához húz, perc már por előtt, vagy egy hiány húz. Tudod, hol a helyed, ha roppan két szó. This is Previously on Morning Show. A Best of Morning Show. Összeszedték azokat a szavakat, amikkel lehet jellemezni az ünnepeket. És hát tulajdonképpen ezek a szavak mindenkire jellemzőek. Mi is megtalálhatjuk azt a 3-4-5 szót, amit hallgatóink elküldenek nekünk, amikor is, hát tulajdonképpen amivel ők jellemezni tudják az ünnepet. Ugye? Mindenkinek vannak ilyen szavai. Ezek hangulati szavak, hívószavak, kötőszavak, tárgyak, tulajdonságok, és cselekmények leírásai tulajdonképpen, de ha elolvasod egybe az egészet, nagyon jól jellemzi, hogy milyen felfokozott idegállapotban van az ország, és hát a keresztény világ karácsonykor. De hogy nem azt mondjuk a karácsonyra, hogy mondjuk melegség, ugye? Nem ezt fogjuk mondani, hanem azt mondjuk rá, hogy vásárlás? Már mire gondolsz? Most ezt nem értem. Hogy azt mondtad, hogy felfokozott idegállapot. Hát az egész karácsony szerintem egy felfokozott idegállapot. Nem a szép dolgokat fogjuk sorolni az öt szavunkkal, hanem az őrületet? Hogy csorbanállás, vásárlás, odaégett, töltött káposzta, kigyulladt a karácsony, hát, ilyeneket fogunk mondani? Ilyeneket fogunk mondani, de a sorbanállás, vásárlás se rossz, de ennél vannak sokkal jobban kifejezőbbek, mert a sorbanállás, vásárlás, igen, ez történik valójában. Egy körimél terjed most az interneten, és ebben tényleg minden benne van. Ha tudunk jobbat, még összeszedhetjük. Csak egy-kettőt, hogy milyen idegállapotban vagyunk karácsonykor. Azt mondja, hogy, és ez még nem az összes. Ugye így kezdődik, hogy 24-e, hát ezt tudjuk, hogy ez egy ilyen szitok szó lesz már a 24-e. 24-e, kénefa, nem ér rá, majd holnap, veszek fát, az jó lesz. Hogy néz már ki? Megyünk Nagyihoz? Nem akarok. Jön a Jézuska? Minimaxel. Nagyi mesél? Minimaxel. Most hagyd abba. Hozd el a fát. Hol a tart? Nem én raktam el. De te raktad el. Ott lesz. De ott nincs. Ugye te raktad el. Eltörn, baszod. Menjél Tescóba. Fél négy van. Hol a fűrész? Szomszédnál. Hol a flex? Szomszédnál. Hol a szomszéd? Nagyon szeretem. Anyád. Anyámat hagyjuk ki. Tedd le a kést. Hol a díszek? Fent a szekrény. Fenti szekrény, mert nincs. Nincs ott semmi. Másik szekrény. Égő jó. Tavaly vettem. Nem ég, basszus. Pótizzó. Az se még. A francba az égővel. Kell az égő. Hova mész? Vásárolni. Alufólia, bandi, azt mondja, csengettyű, nincs meg a csúcsdísz. Hol a csúcsdísz? Te tetted el. Nagyon szeretem. Csomagoljál, tök pazarlás. Klasszik, ugye? És ezeket kimondod, és tényleg így van. A nők elkezdenek csomagolni, te állsz hülyén, és azt mondod, hogy ne pazarolj, nem kell, ne, tegyük be egy szatyorba, jó lesz az úgy, nem kell. Csomagoljál, tök pazarlás, akkor főzök pacet. Én többet soha nem csinálok semmit már. Nagyon szeretem. Csomagolok, hol a Cellux, papíroknál. Gyertek enni, gyertek már enni, mindjárt. Ülj le az asztalhoz, nem ülök le. Tedd fel a lemezt, milyen lemez? Szenteste, nem kell. Kiskarácsony, nagykarácsony, pásztorok, na mit kaptál, nem legó. Kegyetlen, nem legó. Na mit kaptál, nem legó. Ne sírjál, legó kell. Fakocka, legó kell. Nagyon szeretem. Mondtam legót, nagyon drága. Ne a gyerek előtt ne hisztizzél, ez már a vége. Ugye? Tehát a ne a gyerek előtt ne hisztizzél, ez már abszolút a vége. Íg az égő. Mondtam kontaktos. Janiékhoz, ugye bepillantottunk egy kicsit Jánosékhoz is. Íg az égő. Mondtam kontaktos. De szép nyakkendő. Úgy se hordod. Akkor is. Tehát az összes olyan szó benne van ebben, amivel ki lehet fejezni a karácsony. Jó a lánc. Nagyon szép. Nem kellett volna. Pénz nem számít. Kapsz anyától. Ne sírj, prücsök. Ne sírj, prücsök. Szeretlek. Szeretlek. Én is téged. Itt a vége. Na, hát ezek a szavak, amikkel ez a kis e-mail jellemzi a karácsonyt, és hát ha egyenként kiemeljük őket, vagy átbeszéljük, nagyon jó. A talptól kezdve a fél négykor délután még elmész bevásárolni, mert valami hiányzik. Az anyádék átjönnek-e, ne jöjjenek át, hagyjuk már, ne veszekedjünk. Minden benne van. Nem? Abszolút, és végig is kíséri az egészet. Ugye a 24-e reggeltől egészen a végéig, amikor mindent megbocsátasz, és azt mondod, hogy én is szeretlek, mert ez az utolsó szó. Hogy én is szeretlek. Aha. Gyönyörű. Nekem a befaragás tetszik. Igen, csak nem mindegy, hogy hogy mondod ki ezt az én is szeretlek. Igen. Na, a hallgatók írják meg nekünk, hogy náluk mi az a három hívószó. Lehet az is, hogy magát leírjátok, hogy veszekedés, de nem biztos, hogy az a jó,
hogy azt írjátok, hogy veszekedés, hanem ezen a vonalon próbáltok meg elindulni. Tényleg, ez a úgyse rakod el, ragd már el, hol a fa, hol a dísz, a felső polc, nem a felső polc. Tehát, hogy próbáljátok meg leírni azokat a szavakat, ami biztos, hogy elhangzik karácsonykor. Mint ahogy tényleg a kontakthívás, mondtam, hogy olcsó. Ugye? Hát persze, tökéletes, hogy közben vázoltam egy olyat, ami nálunk minden évben megvan. Na, ez leírtad? Ez pedig a következő. Van még izgó, oda tettem, de itt nincsen, elpakoltad, biztos, hogy nem. Akkor nincsen, kinek a dolga? Minden az enyém! Ugye? Na, hát erről szól, hogy erről szól az íme. Tipikusan igen. Ez. Hol a bajta? Nem tudom, te tetted-e? Én tettem el, nem használom. Én faragja, a műanyag jobb, minden évben. Dehogy is nem. Balázs is mondta, dehogy mondta. Kap. Menj le a garázsba, nem megyek le. Vegyél papucsot, nem veszek papucsot, nem mondd meg, mibe menjek le. Így van, majd jövőre szemlesz. Mondd, hogy finom, megsértődik. Vegyél sor, nem veszek sör, de ön átapád, akkor veszek. Tehát mindenkinél van, és most nem is azt kell leírni erről, mert később foglalkozunk, ugye ez mindig egy nagy ünnepi közhelyi téma, de hogy nálatok hol csúszik el, mi ezt a témát nagyon szeretjük. Ezt minden évben megcsináljuk, ez a kinél hol csúszik el, kinél meddig idilli a hangulat, és van egy pont, ugye erről sokat beszéltünk már, amikor megtörténik a törés, és a nagy békéből egy óriási veszekedés lesz, valami elcsúszik. Odaég valami, a gyerek túl sokat sír, előre megtalálja az ajándékot, valami elcsúszik. Rum van benne, rakjál még bele, még rakjál. Igen. Nem lesz sok a rum. Igen, tehát most ne hosszan írjátok le, hogy nálatok mind csúszik el, csak hívó szavakat. Ami egészen biztos, hogy 24-én valakinek a szájából elhangzik. Vagy szitokszóként, vagy káromkodásként, vagy azért, mert indulatos és indulatszóként, de egyszerűen biztos, hogy valakiből kibukik. Nálunk biztos, hogy minden, de 100%, hogy elhangzik a majd jövőre. Hogy majd jövőre, majd erre is oldal fogunk figyelni, és akkor még szebb lesz a karácsonyunk, és akkor olyan szép karácsonyunk lesz, hogy hú, és aztán minden évben az van, hogy na majd a következő karácsony, hú, de akkor minden patent lesz. De és mindig ugyanaz az egy hiányzik, hogy mindig valami más? Nem mindig valami más, tehát hogy az, amit tavaly hiányzott, az idén már van, de valami mégis hiányzik ahhoz, hogy tökéletes legyen. Igen, hát nálunk is nagyon sok ilyen van, vedd meg a fát, majd megveszem. Miért nem vetted meg? Mondtam, hogy megveszem. Még. De hol akartad megvenni? Még van egy bot, az már nincs nyitva. Majd ott állunk 24-én délután. Csak csúnya van. Igen, csak csúnya van. Megyek, veszek már. Nem ennyi, mondtam, hogy megveszem. Tehát nálunk a Viki azzal zsarol, hogy akkor ő elindul. És akkor... Igen. Ő ugye már elindul, de akkor én érzem, hogy már ő menne fát venni, és akkor megyek. És sírva öltözteti a két gyereket. Tavaly vagy tavaly előtt hazajöttem, és azt mondom, hogy nem találtam fát, majd lement, és 3 percből beállított egy fával. De tényleg nem láttam már, annyira be volt szűkülve a tudatom, hogy nem vettem észre, hogy ott az Interspár mellett 4 hektáron még fát árulnak, csak benéztem kívülről, és azt hittem, hogy nem meghalt, és mondtam, hogy nincs fa. Hazamentem, mondom, jó, na, hülye vagy. Elment, az 2 percből beállított egy fával. Tud, megsemmisülsz. De ilyenkor egyébként tényleg az univerzum üzen neked. Mert hogy ő biztos, hogy 2 perc alatt talál. Tehát, hogy ilyenkor meg akar tanítani valamire az élet, az egész biztos. Igen. Nem találtál soha, és tényleg igazad van, mert te reggeltől estig lótottál, futottál, kerested azt a rohadt fát, hogy meg elmegy is 2 perc alatt talál. És nálunk a méret. Miért ekkora? Én szeretem. Kiskoromban nagyfa volt. Nem kell nagyfa. Miért nem nagy? Hol a talp? Te tetted-e? Farag bele, nem faragom. Jó lesz az, sok az ága. A nagyfa szép fa. Ez? Parlament? Kisfa kell. Mondtam, kicsit vegyél. Nagyot veszek, nem veszek kicsit. Utálom a kisfát. Vidd vissza, nem jó. Hol a talp? Te tetted-e? És újra. Előtt. Mondtam, hogy vegyünk egy új talpat, ugye? Klasszikus mondat. Miért nem ez is? Jó, ez is. Leullik a tűlevele. És te söpröd össze. Tudom. Igen, ugye milyen szép? Abszolút. Ugye milyen szép ünnep ez a karácsony? Na, drága hallgató, írjatok nekünk hívószavakat, jó? Hogy kinek hogy telik majd az ünnep, és igen, hát ahogy mondtuk, a rohanás, az idegeskedés, a rokonok és a családtagok megutálása 24-ére, a csomagolás, nem csomagolás, hát nagyon sok. Legyen már vége. És a vége, mikor... Legyen már vége. Menjen haza, anyuka, menjen haza. Igen. Igen. Nálad az ideg, Feri. Feri, ez már 10. vodka? 8. sörre? Micsoda, vodka sörre? Nem iszol te vodkát sörre. Finoman borozol. Hát... Nem igen. Hallgatott ezt a műsort, úgy látom, vodka sörre. Ahhoz azért nagyon keménynek kell lenni. Valakinél csak ennyi az ünnep. Last Christmas, kapcsolt ki. Don Vittorio küldte nekünk. Köszönjük szépen. Igen. 24-e reggel, megvan minden? Nem is tudom. Akkor menjünk. Így írjátok le, jó? Igen, illetve a nagy kulcsmondat, szerintem, ami szintén rengeteg én elhangzik, mi van még nyitva?
Mi van még? Mi van még nyitva? Igen. Megvettél minden? Nem. Akkor menjünk. Mi van még nyitva? Nem tudom. De induljunk. Küldjetek az SMS-eket, jó? 2-3 hívószót, hogy nálatok milyen a karácsony. Hölgyeim és uraim! Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 lesz 3 perc. Szóval szép reggelt kívánom mindenkinek, Király Viktor új dala után. Igen. Többször meg kell hallgatni, hogy az ember megszokja. Ugye? Amíg ide nem ér az új sláger, addig jó ez is. Örülünk mindenre. Gondoltam, örülünk mindennek, csak mélyebb dal többször. Többször meg kell hallgatni. Na nézzük, mit írtak a hallgatóink. Ugye kértük őket, hogy hát jellemezzék nekünk szavakban most csak a karácsonyunkat. Egyelőre szavakban. Nem kell sztorikat kibontani, nem kell megírni. Vagy nem kellett megírni, hogy kint csúszik el az ünnep, mi történik, mi mindig a másikon. Persze, mindig a másikon, ezt majd később úgyis kivesézzük. Most egyszerűen csak szavakat, hangulati elemeket, indulat szavakat, cselekményeket írjatok le nekünk egymás után, hogy kinél mi történik. Azt mondja, hogy nézzük, mit írnak. Zsuzsa például ezt mondja. Náluk így zajlik a karácsony. Hol a műfenyő, padom? Hol a dísz? Nincs kész, forró, ne nyúlj a krémhez. Húzd már ki a konyhából. Na, ne falt fel a szaloncukrot. Bírd már ki. Ha, jaj, a dísz leborult. A rohadt életbe. Dobd ki azt a döglött macskát, Zsuzsa. Halászlét megfőzöd? Minek? Mert te szoktad. Úgy se eszel belőle. De te szereted. Más se. Nem baj, majd megeszed. Guba lesz? Lesz. Kifli? Nem vettél. Felírtam? Nekem nem. Ez nagyon jó. Nagyon jó. És ugye ez azért jó, mert hogy persze felírta, nekem nem, de hogy közben tényleg ez a kinek főzöd, ő eszik-e belőle, akkor nem csinálom, de ha nem csinálsz, én nem eszem. Miért nem eszem, nekem csinálod, de úgy se eszed, meg megmarad. Annyira klassz. Annyira tipikus. Ha van az a baj, ha nincs az a baj. Tavaly is ez volt. Jó. Nem csináltam? Miért nem csináltál? Tudod, hogy szeretem, de csak te szereted. Nem szeretsz. Roberto, ő ezt írta, náluk így zajlik. Hol a dísz? Az ágynemű tartóban. Ott nincs. Akkor a spájzban. Megvan. Az egyszínűeket rakt fel. Nem, én több színűre akarom. Én meg nem. Akkor csinál te. Jó, akkor pucol te a halat. És süssél. Náluk így zajlik. Roberto, kidíszíts a fát, nagyon jó. Sáriéknál a következő karácsony. Süssünk beiglit. Nem kell beiglit. Akkor én is ütök. Miért? Mákosat, diósat. De a diósat senki nem szereti. De akkor is csinálok. Akkor süsse azt. Nincs élesztő. Elmész boltba? Elmegyek. Veszek beiglit. Beiglit sütik el. Vissza a gyerek. Gyönyörű. Óriási. Gyönyörű. Gyere segíts, miért úgy csinálod? Anyu bánt, ne üsd a húgodat, karácsony van. Gyere segíts, miért odarakod? Anyu, ez hülye, karácsony van, ne beszélj csúnyán. Kész a vacsi, a diót is mézzel, jó étvágyat, azért szeret mindenki mindenkit. Niki küldte nekünk. Kicsengetett keresztapát, mondtam, hogy ne jöjjön, nincs ajándék. Add oda az anyádét, írt egy másik hallgató. Milyen színű fa legyen idén? Mindegy. Akkor fehér díszek lesznek. Minek? A tavalyi arany miért nem jó? Legyen más idén. Minek? Akkor maradjon az arany. Nekem mindegy. Lehet fehér is. Júj, de szép! Júj, de gyönyörű! És ezt tudjuk ragozni a végtelenségig. Igen, a fába mindig a csajok akarnak újítani. Igen. Mindig kitalálják. De miért mi a tavaly? Színű. Akkor több színű, és a, legyen. És, ma, és nem akarják legyen. Megérteni, hogy a paliknak kicsit mindegy. Kicsit mindegy. Vagy én nekem mindegy, hogy most egyszínű vagy arany. Én oldja meg. Figyelj, oldja meg. Tehát az az ő kreativitása. Én, ha most arany, legyen arany. Hát nem központi kérdés, hát nem kardinális kérdés, hogy milyen színű legyen a fa, de az ő lelkükben az. Hiszen tavaly fehér volt, és visszamenőleg megkérdezett, hogy milyen volt az elmúlt 6 évben az, az elmúlt 6 év karácsony, és mindegyiket elmondja, hogy mikor milyen színű volt. Nem? Mekkora volt a fa, tavaly ezüstöt vettünk, de az nem jó. Igen. Most luc legyen, nem a luc, mert az hullik. A... Komoly dilemma. Hagyja. Milyen színű mondd legyen a fa? Mondd meg, miért vegyek. Mondd, hozom. Hozom. Ennyi, nem kell ezt túragozni, igen. Kell fa? Nem. Vedd meg, nem. Vedd meg, hülye vagy. Vegye meg apád. Tedd fel bublét. Tomla, aki küldte nekünk. Bublé, igen. Michael Bublé, gondolom, igen. Melyik a zselés? A sárga? Nem. A piros? Igen. Basszus, az marcipános. Akkor a sárga. Nagyon szeretem. Azt mondja, hogy padláson, spájzban? Ennyi van? Jó az. Sül már? Alszik. Ne jöjjenek. Szőnyeng. Ennyi. Túl magas a fa? Nem fér el a csúszdísz. Vágjál le belőle fél métert. Hülye? Ne a tetejéből. Nagyon klasszikus. Köszönjük szépen. Ezt anyádéknak? Drága lesz. A többieké? Nálad van. Nem én vettem. Ú, de szép. Hol a többi? Hol a többi? Ezt se lehet rád bízni. Ne bőgjél. Jó, ne bőgjél. Ne bőgjél. Haza költözöm.
az lesz csak az ajándék. Ez a befejezés. Gyönyörű. Minden benne van. Tényleg minden benne van. A boldogság, az ajándék átadás, összeveszés, sírás, kibékülés. Tehát ez minden tényleg benne van. Legalább karácsonykor ne üvölts. Igen. Igen. Nagyon szép a következő, nagyon klasszikus. Finom a zserbó, én sütöttem, egyetek még, nem kérek, már tele vagyok, egyetek még, nem maradjon itt. De tényleg nem kérek, tele vagyok, egyetek már meg, ne kérjük. Nem ízlik, nem ízlik. Én mindig eszek nálatok. Ezért sütöttem. És ez a vége. Ezért sütöttem. Jó, de szép. A szüleim nem minden 24-én. Apám, mikor eszünk? Anyám, még nem. Apám, de mikor eszünk? Anyám, még nincs kész. Apám, ne kiabálj a szeretet ünnepén. Anyám, akkor sincs kész. De jó, nagyon jó. Ó, nagyon szeretem ezeket az esemeseket. Ferde a fa, rohadjon meg, kösd ki, nem kötöm, majd én kikötöm. Nagyon szép. Mi ez a sokszor? Vedd már át a másik oldalon, nem kell. Jó az úgy, segíts már. Jó az úgy, fogjad már. Jó az úgy, nem kell több dísz. Jó az úgy, eldől a fa. Jó az úgy. Jó. De szeretem. Hát, ha nem mondom el egy szentes alatt 24-szer, hogy jó az úgy, nem egyszer nem egyformán szeretitek a karácsonyt, ez a baj. Látod, itt van a konfliktus. A nők törekednek a tökéletességre. Te meg így elengedett, hogy szerintem jó az, hogy itthon vagyunk, nyugi van. Elég ugye, az. Elég hogy az mennyire szép, attól szép a karácsony. Engem. Egy hallgató ezt írta. Náluk ilyen a karácsony. Apád már megint részed? Mikor eszünk már? Kelts fel apádat. Nem bírom. Hagyjad egyél. Apa délutára vége van. Apa délutára leadta a forgalmat. Ennyi. Azt mondja, hogy miért ilyen vastag a fa? Ez nem vastag. Papa nem bírja befaragni. Évente egyszer egy perces meló. Nem bírja. Vastag? Vékony. Szemét vagy. Ne hisz itt. Jövőre se dugok veled. De szép a vége. Mézes kalács. Csak egyet tehetsz. Nagyon finom. Kicsit kemény. Ez is kemény. Mondtam, hogy csak egyet tehetsz. Jó, ide szeretem. Na jó, van. Van, aki csak annyi hír. Szenteste van, ne káromkodj. Hát igen. De jó ez. Na jó, jó ez. Hát igen, azért jó ezt így olvasni, hogy nem csak nálunk hangzanak el ezek a mondatok. Tényleg, én semmi más nem kívánok, csak annyi ezres legyen a zsebembe, vagy annyit kapjak havonta, ahány magyar családon elhangzik az, hogy a vendégségben azt mondja, nagyon finom, de már jól laktam. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. A Best of Morning Show. Igen, érdekes dolog fogadott ma bennünket egy bulvárlapban, a Blikben, és mindenképpen beszéljünk róla egy mondatot. Kíváncsiuk a cikk születésére, anélkül, hogy túlzottan bántanánk mi az újságot, bár azt gondolom, hogy bántottak ők engem eleget, tehát okom lehetne egyébként nagyon durván neki menni, de nem teszem. Csak egyszerűen hétköznapi kérdések merülnek fel az emberben, hogy én tegnap elmeséltem egy történetet, miszerint ugye rám szakadt a húzaszkodó fal. Ami meglehet... és egy gyomorult történet volt, hogy arról beszéltünk, hogy én vettem egy ilyen kis, hát mi ez, ajtókeretbe, igen, berögzítető húzózkodó rudat, és elkezdtem rajta húzózkodni, csak nem rögzítettem jól a rudat, és ez kiszakadt a falból, lejött, és úszögbe meghajoltam, mint amikor az ember elkezd ugye lemenni hídba, ott álltam 4 másodpercet, és hát elmondtam, hogy el kéne mennem dokihoz. Erre jövök be, és Feri kereggel kérdezi, hogy van a kezem. Hát meg a műtét, meg az altatás, meg az egész. Hát azért erről beszélgessünk már. Igen, hogy van a kezem. Állok, nézek hülyén, és kiderült a cikkből, hogy össze kellett csavarozni az én kezemet. Így van, nem a gipszet választottad, ezt is megtudtuk, mert az sokáig tart, viszont ez az apró műtét segíti a te életedet, és ezzel a kis csavarkával... Igen. Hát már is beljebb van. Sírja a Blik, hogy Pekhe Sebestyén Balázsnak egy titán csavart ültettek a kezébe a gyógyulása érdekében. Így van. És azért hihetetlen, hogy ezt egy újságból kell megtudnod. Hát, annyi nincs benned, érted, hogy reggel bejössz is el. Most érted, hogy... mégiscsak együtt dolgozunk már x éve, érted, és így kell kihúzni belőled mindent. Idéznek tőlem, nem tudok járni és lehajolni sem, pedig délután fontos meccsem lett volna, a műsor után megyek a Gerinc klinikára, árult el Sebestyén Balázs, aki 2 napja jár a kezelésekre. Jelent ez meg, ugye, ma reggel. Igen. És nyilatkozik egy doki, aki azt mondja, hogy doktor, nem tudom, nem is akarom mondani a nevét, mindegy, a fájdalom ambulancia szakmai vezetője, aki személyesen kezelte Sebestyén Balást. Neki nem túl jó az arc memóriája, illetve a név. Hát inkább a név memóriával lehet itt baj, igen. Igen. Finoman lehet terhelni, a következő már biztosan indulhat, ezért is választottam én a titán csavart, áll a cikkben, és nem a 3 hetes gipszet. Aha, de te választottad, ugye? Tehát te kérted, hogy ne a gipsz legyen, és hogy egy sporteseményen fogsz indulni a jövő héten. Mi Janival megfejtettük, ez a senior. Igen, a Masters 3.
Aztán a Viatorvágyi Grand Prix. Micsoda. Budaörs Grand Slam. Tehát azt így hívják, amin indulok. Egyébként annyira szimpatikus, hogy még úgy is logikusan választ azt a két lehetőség közül, a gipsz és a csavarok közül, hogy ott se vagy. Tehát, hogy nem is kell elmenned, de még úgy is jól választasz, és azt a megoldást választod a kettő közül, ami számodra praktikusabb. Ugye? És mindezt elhallgatom. Uh-huh. Így van. És ott se vagy, és mégis jól állsz. Hogy lesz egy ártatlan sztoriból, amit az ember elmesél, az, hogy össze kell csavarozni a kezét? Valami tévedés van, tehát nyilván ezt ők úgy nem hozzák le, gondolom én, nem? De hát, ha meg a doki nyilatkozik, akkor mi van az orvosi titoktartással? Tehát ez sehogy nem jön ki jól. Uh-huh. Most, ha az igazságot akarod, de tényleg a hallgatókkal együtt, akkor van egy Sebestyén Péter nevezetű motoros. Aha. Egy nagyszerű fiatal ember, akit vélhetőleg veled összekevertek. Hogy azt nem tudom. Plusz az újságírói vénát nem értem, hogyha egy ilyet hallok, azért csak utána megyek. Csak megkérdezem, hogy... Bali, jó vagy? Igen. Érted? Uh-huh. Csak hogy az nincs meg. Sebestyén Péternek az esetéhez azért hozzátartozik mindenképpen, tényleg legyünk tényszerűek, hogy nem ott, és nem az. Na, felhívjuk a klinikát, megkérdezzük csak. Van nekünk a dokihoz számunk, aki nyilatkozott. Uh-huh. Megkérdezzük? Meg hát. Azt megkérdezzük meg az újságot, és hát ha valaki egyébként felveszi, csak kíváncsiak vagyunk, nem akarjuk mi a bliket egyébként bántani. Okom lehetne rá, de nem vagyok karaktartó, meg nem haragszom rájuk. Csak megkérdezem, hogy ez hogy lesz ebből ez? Figyelj, mert ha nem? Ő sem emlékszik rá, akkor titeket együtt raboltak el tegnap. És együtt altattak. Igen. Most kit hívsz? Újság vagy klinika? Nem, most a klinikát. A hívott mobiltelefon kapcsolásáig kis türelmét kérem. Nem, mert van ennek a klinikának egy sajtósa. Aha. Csak azt mondta, hogy hívjuk a dokit. Ő az, aki rólam nyilatkozott. Nem, ő az, aki műtött, nem nyilatkozott. Doktor úr, Sebestyén Balázs Morning Show üdvözlöm, élő adásban van. Beszélhetünk egy pillanatra, zavaratom, doktor úr? Jó reggelt, persze. Jó reggel. Fáj a kezed. Nagyon fáj a kezed. Doktor úr, mikor veszik ki a csavart? Doktor úr, önt hívták tegnap egyébként ettől a Bulvár újságtól, hogy nyilatkozott? De azt nem tudom elképzelni, hogy úgy írták volna meg ezt a cikket, hogy ön nem nyilatkozik. Igen, beszéltem velük, a következő a történt. Igen? Történhetett. Ugye tegnap, mondom az eredeti történet, a Sebestyén Péternek a történet, ugye mi vele állunk kapcsolatban, és őt kezeljük. Péter ugye vasárnap Angliába bukott egy versenyen, eltörte a sajkacsontját, ami szóban van. Hétfőn megoperálták, itt már Magyarországon, és mi gyakorlatilag kedd óta kezeljük a klinikán, vagy hát a fájdalomambulancián. Ugye tegnap kerestek ezt az újságtól, a Blitztől, és 3 óra magasságával tudtam beszélni az újságíróval, és ugye 4-kor lapzárta. Ez egy nem is diktafonra diktált rádió vagy telefoninterjú volt, hanem jegyzetelt az úr. És ugye gyakorlatilag 2 percre az zajlott az egész, én elmondtam, hogy hétvégén a versenyen bukott, másnap megoperáltuk, 2 hét múlva van egy fontos versenye, tehát jövő hétvégén, szerintem ott nem fog tudni indulni, de a rákövetkező, ami még 2 hét, tehát mostantól 4 hét múlva, tehát 3,5, ott már igen. Megmondom őszintén, hogy a tegerincsérülésedről nem tudtam semmit. Annyi lehetett, hogy ezt a 2 történetet valaki elkezdett, hogy egy ember csinálta, fogalmam nincs, valószínűleg összemosta. Az időhiánya, én nem tudom, hogy mi miatt. Uh-huh. És ki volt olyan távolságtartó Balázs személyével kapcsolatban, hogy csak a vezeték nevét mondta? Tehát egyértelműen az újságíró hibája, tehát nem a doktor úrat hibáztatjuk, nyilván 1000 név, 1000 páciens. Maga műtötte Sebestyén? Tehát a doktor úr elmondta, hogy mi történt, de hogy nyilván az újságíró főjött, hogy mi a helyzet Sebestyén Balázsral, és akkor a név alapján történt a tévesztés, jól értem? Ilyen kérdés nem volt, mert ugye engem délőtt kerestek meg, hogy majd valaki fog hívni az újságtól. Én megadtam egy időpontot, amikor nem volt nálam páciens, akkor nem hívtak, akkor utána kerestek, hogy na, akkor most kérni, ja, és én hittem itt az újságírót. És utána mondtam, hogy oké, rövid az idő, mondom, az történt, hogy. Tehát engem Sebestyén Péter ügyébe kerestek meg. De ott elhangzott a doktor úr szájából, hogy Sebestyén Péterrel az történt, vagy az, hogy a betegemmel az történt? Nem, az, hogy a Sebestyén Péter szerintem nem mondtam, azt mondom, hogy Péter a hétvégi versenyen bukott, és ez is ez. A Péter, aha. Akkor az újságra nem vette a lapot nagyon, hogy második neve nem Péter. Ugye, mivel 4 óra, akkor 4, igen, a Péternek nem a Balázs a második neve. Tehát, hogy gyakorlatilag arra már nem volt lehetőség, hogy szűkényeg, hogy én ezt ellenőrizem ezt a cikket,
kétszázas felemelés, és volt viszont ez is. Há, hogy ne, persze, nem is a doktor, nem is a doktor úr hívá, igen. Úgyhogy, meg hát ugye a bulvár újságírásáról híres, hogy ilyen orvos, vagy egy gyógyszerkutatási protokoll szerint haladnának biztonságtechnikaiak. Mikor menjek kontrollra? Ez egy nagyon fontos kérdés. Hogy mikor kell kontrollra mennem? Ugye ez a biztos életével alapvetően ennek a műtétnek ugye az a lényege, hogy egy kitársort adnak a csuklóba, és azt nem is kell kivenni. Igen, igen, oh, ugye, azok már nem, hogy most kell megtudom ezeket a rossz híreket. Van a kontroll, és kész. Aha. De, nem kell félni a kilöködés veszélytől? Nem, ez egy inert anyag, tehát alapvetően nem lép bele reakcióba a szervezet, nincsen rá allergia. Hál' Istennek. De egyébként van szofisztikáltabb megoldásunk az otthon barkással a húzózkodónál, és itt az ambulancián működik egy fitnesszerem is. Jó, nagyon köszönöm a finom cíjét. Igen, tehát hogy otthon barkással húzózkodok. Nagyon szívesen meghívjuk ide, vagy meghívunk ide, és akkor itt lehet ezt a tudományt is továbbfejleszteni, hogyha élsz a lehetőséggel. Jó, doktor úr, jó munkát, köszönjük szépen. Köszönjük. A kontrollt is meg tudjuk ejteni. Jó, megyek mindenképp. Hát ha valami lesz, akkor egyből a doktor urat hívom. Hát, ha még összetörök valami, ment, akkor megyek viszont. Jó, köszönjük, jó munkát, viszlát, doktor úr, köszönjük szépen. Köszönöm. Köszönjük. Majd igazolást kéri, hogy a reptéren át tudj menni a csavarral. Az bejelez? Hát persze. Hát mindenképpen. De azért, srácok, így végighallgat ezt a történetet, én nem már tényleg csak egy ugrás az, hogy megjelenjen mondjuk a Rubikon magazinban egy cikk, hogy a középkorú butinodi lamptos Sebestyén egy sajkacsontörés miatt nem foghatott többé hang. Itt valószínűleg az lehetett, hogy a túlfűtött újságíró ugye infót akart szerezni. Ő hallotta a tereggeli sztoridat, lehet, hogy valami beugrott neki, és a doktor úr szerintem... De honnan tudták, hogy oda kell telefonálni, honnan, hol nem mondta, hogy Sebestyén Balázs iránt érdeklődött? Most megkérdezem, kíváncsiak a Blik nyilatkozik, én csak egy kíváncsiságból följön őket, hogy mit... Szerintem beütöttem, valószínűleg beütötte a Google-ba, hogy Sebestyén baleset, műtét. Nyomott egy entert, és már kisadta neki. De nem mondtam, hogy műtöttek. Hát de baleseted volt, írtak azt meg majd, amit nem mondtál egy pár szó, ezen aztán tényleg ne akadjál fel. Igen, fejlik a Blik rovat vezetője, csak hogy ez hogy működik, kíváncsi egyébként. Jóban vagyunk, meg jó a kapcsolat, tehát én nem haragszom emiatt rájuk, ez inkább vicces. Csak hogy mit mondanak erre, Robit, a Blik rovat vezetője, megkérdezik. Sebestyén rovat van egy ilyen. De én azt hittem reggel, hogy hűlsz, hogy mi van a kezemmel, és hogy miért nem mondom el ezt nektek, hogy engem műtenek. Nem tudja felvenni, most veszi át a legújabb cikket róla. Azért nem is fogtam gyanút, mert annyira korrektű van megírva minden, tehát nyilatkozó orvos van a bajról. Meg tudod, hogy milyen egyébként, tehát bejön, nem. Érted, és a fogát összeszorítva, tényleg egy cisztenés nélkül végigcsinál egy egész műsor, nem látszik rajta, hogy megműtötték, érted? Tehát, hogy ő úgy viselkedik akkor is, amikor műtővel van, mint amikor nem. Egy hős, mert egy profi, érted, bejön ide, és akkor végigtolja. Jó, de ilyenkor miért nem nyilatkozik a Blik? Tehát, hogy én értem, hogy ők egy csomó mindent írnak rólam. Én azt is értem, hogy egy csomószor próbálnak nem tudom, olyan információkat írni, aminek nincs valóság alapja, de ilyenkor, amikor mondjuk hibáznak, akkor miért nem áll valaki ki elénk, és mondja, hogy gyerekek, igen, hibáztunk. Tehát amikor én csinálok valamit, azt ízekre szedik, és napokig élnek belőle. Amikor ők hibáznak, és lehoznak egyet, akkor, és megkérdezem egyébként, hogy mi van az orvosi titoktartással, kinek mi köze ahhoz, hogyha engem műtöttek, az miért nem hívták föl. Tegnap engem miért nem hívtak föl egyébként, és kérdezték meg, hogy lehozhatják a műtétet. Hívtak, hogy szólaljak meg egy cikkhez, de abban nem volt benne a műtét. Mondtam, hogy köszönöm, vegyétek ki a műsorból, többet nem akarok hozzáfűzni. Mi van az jogaimmal egyébként, hogy a műtéthez senkinek semmi köze. Tehát ilyenkor miért nem áll oda a Blik, és miért nem nyilatkozik? Ha én tilosban parkolok, akkor ők abból, ha hetekig élnek. Ez rendben van, én elviszem a balhét, a hülyeséget csinálom. De amikor ők írnak valamit, ami nem igaz, vagy ők tévednek, akkor miért nem veszi fel a rovatvezető, aki egyébként tudja, hogy keressük, beszélt már vele az Anna is egyébként, és pontosan tudja, hogy most őt hívtuk, és mi hívjuk magánszámról, akkor miért nem veszi fel, és mondja azt, hogy gyerekek, igen, bulvár újság vagyunk, hibáztunk, ne haragudjatok, sokkal korrektebb, nem? Én nem haragszom rájuk, csak amikor ők nagy szájjal valami minket ízekre szednek, és hónapokig élnek abból, ha valamit mi mondjuk, ne adj Isten, hibázunk, mi azt vállaljuk arccal, hanggal egy élő rádióműsorban. Tehát ilyenkor a Bliknek, vagy bármelyik bulvár újságnak az a minimum, hogy odáll, igen, tudják, hogy ezzel foglalkozunk, mert 6-kor mondtuk, hogy 9-kor foglalkozunk, és bármilyen a viszonyunk, és egyébként nem vagyunk rosszban, együttműködés van a rádióval, én nem hibáztatom őket, én ezért a cikkért nem haragszom róla, már annyi mindent írtak, hogy most elolvasom még a Hír 24-en, hogy egyébként Sebestyén Balázst megműtötték, engem nem érdekel, az anyám sokkal jobban idegesedik ezen. Igen.
Igen. Hír 24, a tegnap meg is kellett műteni a műsorvezetőt. És a mama telefonod, hogy miért nem szóltál? Anyám fölhívott, hogy egyébként rendben vagyok-e, és hogy azért szóval. Ő azt hitte, hogy ennél jobban vagyok, hogy én elmondom, hogy műtenek, mondom, nyugi, tehát ezzel nincs baj. Ma reggel írt, amikor ő is először olvasta a dolgokat. Csak ilyenkor valahogy azt várja az ember, hogy álljon ki egy rovatvezető, és mondja azt, hogy igen, bulvárlap vagyunk, benéztünk valamit, az újságírónk hülye volt, nem járt utána, fél információra hagyatkozott, mi mindent készként kezelünk, felületesek voltunk, lehoztuk, mert egyébként hangzatosan el lehet adni a telefonot. Ez egy korrekt hozzáállás. Emberek, ők is hibázhatnak, ők is, csak ilyenkor valaki vegye föl a telefont, nem és tudhatod. A rovatvezető egyébként tudja, hogy mi keressük. Nem tudhatod, csak ez a bajom. Ebben a pillanatban nem az történik, hogy a teljes Blik szerkesztőség len van az udvaron, sorfalat áll, az újságíró, aki megírta a cikket, középen végigfut, és mindenki rá egyet a laptopjával. Vagy a tegnapi lapszámmal így. Na mindegy, jó, gyerekek, erről ennyit írjanak, amit akarnak, csak amikor nekünk el kell vinni a bajt, nekik is el kell szerintem, és azt kell mondani élő adásban, hogy igen, tudom, hogy kerestek, felmerem venni a telefont, merek válaszolni a kérdésekre, és nem elbújok, és egyébként egy ilyen cikk után nem veszem fel a telefont, mert pontosan tudja, hogy kerestük. Szerintem ez így jó. Kéne, hogy jó, de most azért tényleg imádkozzal, hogy a mai napon vagy a hétvégén ne történjen semmi baj Sebestyén Mártával. Istenem, komolyan mondom, csak tényleg, igen, már nem akarok sem. Az anyámra legyetek tekintettel érzékeny asszony, megijedik egy titán, műtéttől titánok onnak az alkalommal. Nőgy, hogy ez minél jó. Igen, tehát tényleg, vigyázzatok. Na jó, szerettük volna Robit a Bliktől megszólaltatni, mint rovatvezető, aki egyébként beszélt Annával, de adásban már nem jó, akar, nem is akar lehet, kerülni. Már nem dolgozik ott. Ne, na, azt látod, nem hiszem. Azt látod, nem hiszem. Na, hát is biztos. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Ezt a videót én nagyon kedvelem, és bárkinek megmutattam, hát nem tudjuk nem imádni ezt a videót. Ő Sanyi a macska. Megmutatjuk azok kedvéért, akik esetleg nem hallották. Sanyi, gyere ide, nézz ide. Ú, de szép a szemed. Sanyi, nézzük meg a szemed, csiki. Ja! Milyen cuki a nyilván? De szép macska vagy, Sanyi. A k***a anyám. Úristen, Sanyika. Úristen, Sanyika, a végén. Igen. Úristen, Sanyika, hát komolyan indul a bakterázó. Hogy milyen szép vagy. Az indul a bakterázó, nem írta ki a jelenetet, tényleg nem? Mikor a ló meghal, nagyjából ezt tudom azt mondani. Úristen, Sanyika, de szép vagy. És közben tényleg egy csilingelő gyermek hangot hallunk végig. És Sanyi oda megy, bezsebeli az elismerést, aztán arra is érte. Tudnám, hogy ő szép. Nagyon szeretem ezt a videót, nagyon szeretem. És nem feltétlenül amiatt, mert most rondán beszél benne egy kislány, ebben nem ez a cuki. Hanem, hogy ezt ő valószínű valahol, valamikor ő hallotta, mert a hangsúly is tanult. Ő egy átvett formulát alkalmaz arra, hogy valami annyira szép, hogy az már más, hogy elmondhatatlan. Csak így. Amikor elfogynak a szavak. De egy van még. Egy van még, ami mindent visz. Igen. És körülbelül a videó bemutatásának harmadik perce után megérkezett egy SMS, hogy egyébként nem kisfiú, hanem kislány, és egyébként a mi gyerekünk. Jött ez SMS-ben. Hát és akkor gondoltuk, hogy ha már nincs rá idő pénteken, akkor hétfőn mindenképpen visszahívjuk őket, a családot, és megkérdezzük arról, hogy készült ez a videó, mi van Sanyival, mi van a kislánnyal. Itt van Csilla, az anyuka. Csilla, hello, jó reggelt kívánunk, hello. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Jó reggelt. Nem is tudtuk, hogy ti is bennünket hallgattok pénteken, amikor megjött az SMS. Először nem is hittük el, hogy valóban tiéd a gyermek. Képzeljétek el, hogy úton voltunk éppen ezzel a kis csajszival, és hallottuk, amit beszéltek, és azt mondja, anya, rólunk beszélnek a rádióban. Akkor most már bevállaljuk, hogy igen, mi vagyunk, és az Adél készítettem. A sztár vagy, Sanyi. Milyen szép név van Adél. 535 vagy 540 ezernél tartotok már egyébként a megtekintésben. Hát igen, azért ez egy elég szép szám. Úgy tartunk ott, képzeljétek el, hogy ez egyébként mi tudtunk meg beleegyezésünk nélkül került ki a videó megosztókra, ez a kis videó. Ugyanis baráti körben ezt így mi megmutattuk, de ez még tavalyi felvétel egyébként.
És aztán úgy gondolta egyik ismerősünk, hogy ez annyira tuki, hogy ő ezt felteszi, és ezért mi egy kicsit haragultunk is rá, ő levette, de hát aztán pár nap alatt annyian letöltötték, hogy most már aztán ez lett belőle, és vadidegenek tették fel ezt végül is. Egyébként ezt hónapokkal később találtuk meg a telefonban, tehát ezt így megcsinált az apa telefonjával, ezt ő így gondolta, hogy ezt így elmentette, és akkor így egy hónapokkal később az apával így nézzük, hogy ez mi, nézzük, hát mi komolyan sírtunk, tehát így mondom, a gyerek néz meg videózik, tehát ez nagyon-nagyon komoly. Én nagyon szeretem az ilyen pillanatokat, nekem is mondja ki egy gyerekem, és amikor a gyerekből egy pillanat alatt hirtelen felnőtt lesz, és még nem is biztos, hogy tisztában azzal, hogy mit mond, vagy igen, hogy a szónak mi a jelentése, csak hallja, elkapja, és azt gondolja, hogy abban a mondatban az oda illik, és ő azt beteszi, hát azért az gyönyörű. Na, de kitől hallotta abból a szempontból, hogy ebben van egy hangsúly, és ezt a hangsúly gyerek nem mondja egy, mert olyan ízes, olyan szép, annyira, hogy anyád, azt ugye, és ott van egy hangsúly benne, tehát ez valószínű valahol ő hallotta. Van nekünk egy nagy tesónk, aki 16 éves. Igen? Valószínűleg tőle ragadt rá. Tényleg? Igen, ő fiú, és ő azért szokott így számítógépes játékok közben. Meggondolom, a macska is ad rá okot, nem? Vagy macska, hát ezt imádjuk, Sanyi a családtag, tehát ő jön, megy, és ő itt él velünk, tehát nagyon szeretjük. De most mekkora? 6 éves? 6 éves, és itt várja egyébként, hogy szeretne veletek beszélni. Na, de édes! Úgyhogy adom neked. Jó, ad egy picit nekünk, adom. Persze. Sziasztok! Hello! Édesem, hát neked most is milyen cuki hangod van. Hello! Mit csináltok épp most reggel, amikor beszélgettünk? Vagy mielőtt beszéltünk? Most ezt vettünk fel. Most ezt, hát megvan. Sanyival alszol? Ő a tulajdonos. Drágám, Sanyival a macskával alszol? Nem. Külön az. Nem. Megsimogattad ma már? Igen. Milyen házi állatotok van még? Kutya. Szeretik egymást. Édesem, hát te nagyon, nagyon kis cuki vagy. Hány órára mész? Neked már lassan óviba kell menned? Vagy iskolába jársz már? Hova jársz? Óviba. Nagy csoport, ugye? Jól számolok, nagy csoport. Igen. Jó van. Puszilunk téged, jó? Add még anyukádat egy pillanatra. Jó, sziasztok. Szia. Szia, drágám. Hello, ciao. Hello. Ő nagyon helyes. Ne hangja is. Egyezetben. A maradt ugyanez, a tartalom változott biztos, de a hangszín ugyanaz. Jó van, ti hol laktuk, merre vagytok egyébként? Dabason lakunk, Dabason élünk, kertes házban, és azért van itt Sanyika, és van még egy nagy angol vérekünk egyébként, ő nem szokott bejárni. Ő nem. És a kutya macska jóban van? Szeretik egymást? Szeretik, Sanyi megveri a Lekoszt, aki körülbelül 10-szer akkora, mint ő, tehát simán lepofozza. A Lekosznak hívjátok a kutyát? Igen. Jézusom. Azután, az a Lekosz után? Képzeljétek, akkor került hozzánk, igen, és így nagyon béna a törzskönyvén, ez aztán a férjem azt mondta, hogy hát figyelj ide, legyen az. Így ránézett a kutyára, és azt mondta, hogy az illik hozzá legjobban, nagy a Lekosz. A Lekosz a kutya. Jó, nálatok is zajlik az élet. Mi ezt szeretjük. Így van, szeretjük. Igen. Puszilunk meneteket, köszönjük szépen, szeretjük a videót. Adélt, ezt csókoltatjuk. Ha van még ilyen videó, azt azért töltsétek. Így van, és ha gondoljátok, akkor egy exkluzív képet Sanyiról, dobjatok már át nekünk, felrakjuk a Facebook oldalunkra. Igen, pont akartam, hogy küldök Adéról, meg Sanyiról. De jó, köszönjük szépen. Jó. És hát most jönnek az ünnepek, úgyhogy tessék forgatni, jó? Azért mindig az ünnep ad arra okot, hogy kicsúszon egy-két olyan szó, aminek nem kellene, úgyhogy mindent az internetre. Jó? Csilla, puszi, ciao, sziasztok. Hello. Na, hát ugye ez egy érdekes téma is lehet egyébként, hogy mi van abban az élethelyzetben, amikor a gyermek káromkodik, ugye? Ki hogyan tudja ezt kiváltani? Mi az, amikor a gyermek megtanul valamit, és hogy próbálod kiütni az ő fejéből, hogy ne mondogassa. Én például pont ezt a videót mutattam meg úgy a Vikinek, hogy a Benny ott állt, csak én nem vettem észre, és pakolta ki a kis szekrényéből az ő farmer nadrágját, hogy leváltsa a meleg időt, ami rajta van, mert mentünk valahogy. Én mondtam, Vik, gyere, ez te szép macska vagy, Sanyi. A gyerek így rám nézett, egy apuci rondát mondtál, mondom, nem én, és aznap mentünk Pálbölgyi Cseppkőbarlangba. De szép cseppő. De jó az a pusztika. Nem veszünk egy gyírosztapot. Óriási szerencsénk volt, hogy hárman voltunk a túrán. Jó. Hárman voltunk a túrán és a túravezető, mert aznap délután indultunk mi oda, hogy megnézzük, bemegyünk a föld gyomrába, a gyerek, már nagyon régóta ígértük neki. Hát és ilyen 4,5 percenként egy de magas lépcsőt.
Mondom, igen, hát a gyermek most hallott egy videót, nagyon én voltam olyan hülye, nem vettem észre, nem tudtam neki. Nyilván, aha. Persze, persze, nyilván mondta a túravezet. Aha, nagyon-nagyon jó, jól nevelj gyermek. Sose jössz ki belőle, sose. Csáne, abban nem tudsz kijönni. Azt hál' Isten megbeszéltük, hogy ő ezt magában mondhatja, mert ugye a gyereknek minél jobban tiltod, annál jobban élvezi, hogy valami olyat mondhat ki. A gyereket nem a ronda szó érdekli, hanem az, hogy te tiltod neki, és ezáltal ő szembe tud a tiltásra menni, és ki tudja mondani. Nem a ronda szó okoz kielégülést, hanem az, hogy valami olyat mond, ami ugye, ami tiltva van. Hát és hogyha egyszer azt hallja, hogy a szülei röhögnek rajta, hát az a... Na, onnantól kezdve beégett. Amikor kezdve tudja, hogy mikor kell mondani. Akkor alá van húzva kétszer. Na, ezt kell mondani ahhoz, hogy röhögjenek. És akkor mi a jó módszer, hogy elmondod, hogy ezt neked nem szabad, tudom, hogy a felnőttektől hallottad. Vagy nem veszed észre, vagy vele röhögsz, mit csinálsz? Hát a vele röhögés, az hú, az a legnagyobb hiba. De hát nekem röhögnem kell. Persze, de ezt nem tudod, mit kell csinálni, hogy morgolódsz egy kicsit, utána bemész a szalba, ezt kiröhögöd magad. Tehát mi is mindig ezt szoktuk csinálni. Tehát, hogy ilyenkor nem szabad előtte nevetni rajta, mert akkor érzi, hogy hát ez nagyon bejött, és csak viccelnek anyuék, amikor azt mondják, hogy ezt nem szabad mondani. Hát, szóval én nagyon röhögök mindig. Én annyira röhögök, hogy amikor Benni hazahoz valamit, vagy hall esetleg, vagy... Ha voltunk egy étterembe együtt, még amikor két éves volt. Igen. Két vagy három éves volt. Nekem is félre szaladt a tofu. Benni elsajátított valami nagyon rossz szót is az étteremben, minden asztalhoz oda ment. A biztonság kedvéért letesztelte mindenhol. És mindenhol letesztelt. És két éves volt talán az egyik kitelepülésen, ahol én elhoztam, és ugye hát ő akkor hallott valami, én nem is tudom, melyik szó volt az. Hát mi emlékszünk? Igen, egy csúnya. Egy csúnya? Igen, nincs betű, sem felkezdődött, Z-vel végződött. Csúnya betű, F felkezdődik, Z-vel végződik. Igen, van benne még egy A meg egy S, jól gondolom? Így van, a sorrendet ne áruljuk. A sorrendet rátok bízzuk. És Benni ezt valahol hallotta. Valahol, hát ilyen csúnya világ ez, hogy talán a recepció, vagy ki tudja, biztos nem. Este lefekvés előtti bibliaolvasásnál biztos nem hallhat. Igen, otthon. És a gyermek rájött, hogy amikor ezt először kimondta, nagyon jól szórakozunk rajta, majd egy közös vacsoránál rájött, hogy ezen ti is jól szórakoztok. Igen. De nem volt több tényleg két évesnél. Leszállt az ő kis gyermek székéből, vagy gyerek székéből, kikéreckedett, és ugye az ő legnagyobb örömére különböző idegen asztalokhoz ment oda, felnézett rájuk, mert még nem értett az asztal. Csillogó szemmel, és telétorokból elővöltött. De szép kisfiú, mit szeretnél? És sose felejtem el, volt egy, vagy egy nászutas házas pár, vagy egy... Szerintem valahanyadik randis, de még nagyon az elején voltak csillogó szemű szerelmes pár mellé, és a Benni megérezte, hogy ott van a gyenge pont, és így megállt, de ott nem az volt, hogy tovább ment, megállt, és akkor mondta, hogy... És ott láttad a gyerek kezébe, vagy az ember kezébe, egy megáll a kanál, oda a romantikus vacsora kész, kérte a számlát, elfújták a gyertyát, és hazamentek, tudod. Viki, hívd már vissza. Annyira szórakoztatom. Szerintem nehogy. Jól érzi magam. Szólj már ki. Szerintem hívd már vissza. Ahogy hívom vissza, azt hiszik, hogy Jani fiam. Igen, és tudom, hogy nagyon-nagyon rögtünk. És ő ugye ezt érezte, és látta, hallotta, hogy az egész társaság ezzel remekül szórakozik, hogy ő van a központban. A Vanováció van, taps, az pörgeti az előadó művészt. Há, igen. Azt mondja, nekem az öcsém 4-5 éves lehetett, mikor egy Meki családi baráti vacsorán egyszer csak spontán odafordul anyánk barátnője felé, majd közölte vele, Piri, neked akkorák a csöccseid, mint egy lámpabúra. Mindenki dőlt a röhögéstől, Gábor küldte neki. Na ez se a saját kis ujjából. Persze, hát ez nem hallják a gyerekek. Már valaki már megdicsérte korábban a füle hallatára, a lámpabúrákat. Pirit ott már megdicsérték előtte, bizonyám. A lányom szaladgált a tóparton és kiabált, hogy homoszexuális vagyok. Utána elmagyarázta, hogy ez valójában mit jelent. Nagyon-nagyon nevettünk, írta egy hallgató. Kislányom 3 évesen hozta haza az óviból a hülye F fej című mondatot. Mm-hmm. Ugye tudjuk, hogy az F fej mivel lehet helyettesíteni. Kétszer mondta, egyszer nekem az Osan közepén, egyszer a vidéki nagymamának délelőtt 10-kor a játszótéren Szegeden, ahol sok volt a sok két év körüli jó, gyermek. Hát, tét nélkül nem szórta össze-vissza a gyerekért. Csak te, a leg... Azért az Osan közepén. Aha, meg a nagymamának. A gyerek így helyre tesz téged. Hát tudod. Milyen idilli család. De szépen élek. Milyen jó lehet náluk a karácsony. Igen. A 70-es évek közepén 5 éves voltam, nagyapám Pannoniájának az oldalkocsijában ültem, és boltba mentünk Budakeszin, a mellettünk álló lovaskocsis lova megbokrosodott, és a kocsi így szólt, hű, a ká anyádat, ugye? Két sarokkal arrébb. A hűt nagyon szépen mondja. Két sarokkal arrébb a rendőr igazoltatta nagyapámat, és én meg egy az egyben toltam a kocsi szövegét. Majdnem elvittek miattam a pártállami rendőrök, Laci küldte nekünk. Unokölcsém Gábor 4-5 éves óvodás volt, hétvégén megnézték a reszkessetek betörőket, az óvodában fizetni kellett valamiért, de az óvónéninél nem volt apró, erre Gábor csak annyit mondott, dugd fel magadnak a mocskos apródat. Az anya és az óvónéni köpni nyelni nem tudott a röhögést.
5 éves fiam nagy Toy Story rajongó volt, klasszik. Egyszer így kiáltott az Oviban, nézd Ovó néni. Hát most ezt ki tudom mondani? Ki? Hát ki lehet mondani? Hát ez a, ez, mert ez, ez a Buzz és a Wood. Így, ugye két Woody. Szereplő. Így van. A Buzz és a Woody, igen. Igen. És de ezt... a Buzz meg Woody, az ugye az, az a gyerek szájából, hogy itt igen. van Buzz, meg itt van Woody. Ennyi. De ha ezt valaki nem tudja, csak fölülbölt a gyerek, hogy kell mondani, akkor nincs gond. Igen, Buzz meg Woody. Ugye így kell mondani. Már végtelebe is tovább. Csengetnek 4 éves keresztlányom, odaszalad, hogy kinyitja az ajtót és megszólal. Ki a K anyja az már megint? És te egy belép, tudod. Na, Isten hozott. Na, ezt például valószínűleg otthon hallotta a gyerek. Csak igen. Az a B most. Valószínűleg igen. Valószínűleg igen. A gyerek otthon hallotta. De azért az szép, amikor így lépsz be, nem? Régen, amikor család látogat, és ott otthon enni belépett erre. Azonnal elvették a gyereket. Ez a welcome. Nagyon szép. Figyelem! Az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Van egy nagyon helyes pali az internetem, és arról árul, azt a produkciót adja elő, hogy hogy kell kiválóan állathangokat utánozni. Ő egy dél-afrikai ember, és hát én nem tudom, hogy hogy akadtak rá, kik találták, de emberünk egész egyszerűen zseniális. Zseniális. Láttátok ezt az állathangos videót? Nem nézted meg? Nem. De tényleg jó. Tud? A legnagyobb közhely, hogy állathangokat utánozni, de mégis olyan mesteri szinten műveli, hogy az valami hihetetlen. Nem tudom, hogy ez jó de. Fül kell hozzá. Egyrészt, hogy halt, hogy mit kell visszaadna, nyilván azt, döbbenetes. Bízom az értékítéletedben, ő tényleg, tényleg jó, ugye? Tehát nem csillagszületik elsőkörös állathangot utánozok, mú. Kotkodács, kotkodács, meg, ó, meg, most meg, a birkát. Kotkodács. Ja, me. Nem, tényleg jó, én is, amikor ilyen videókat küld, a Viki küldi általában nekem ezeket a videókat. Félve nyitod meg. Egyszerre félek, egyszer örülök. Tehát, hogy ilyen félelemmel vegyes borzongással nyitod meg az énekemben, én ezen nem tudok nevetni. Tehát az, hogy valaki tényleg állathangot után, és akkor miáó, miáó, és akkor kicsit még műdoromból, én akkor attól inkább zavarban vagyok, mint hogy nevessek. Tehát, hogy ez már én eléggé kiégett vagyok, hogy ilyen nevessek. De ez a pali, ez egyébként tényleg jó. Zseniálisan csinálja. Gondolkozom, hogy jössz erre rá, hogy van egy ilyen képességed? Hogy egyszer csak úgy rájössz, hogy úgy tudod utánozni, mit tudom én, a szamarat, aztán elkezded gyakorolni a tehenet valószínű, és ezt így, és elkezdesz napi több órát gyakorolni, hogy te jól utánozál állathangokat? Hát ez is egy érdekes perspektíva. Lehet, hogy nem is kell a gyakorlás. Nem? Lehet, hogy benne van érted a bugi a csávóba alapból. Ha? Kiment egyszer kertbe, meghagy kakas, megy. Ehhez az kell, hogy legyenek otthon állataid. Tehát, akinek kutyája van, az már ezerszer szórakozott azzal, és tényleg így magadtól jön a dolog, hogy macska hangot utánzol, hogy a kutya hogy reagál rá. Eleve ugye a kutyáknak nagy része, amikor meghal valami macskaszerű hangot, akkor marha aranyos fejet vág, kis fülét elkezdi hegyezni, fél oldalra fordítja, stb. De valószínűleg náluk is otthon lehetett állat, és akkor így elkezdett velük így kommunikálni. Hegyezte a fülét. De én nem hallottam még egyébként Magyarországon olyan embert, aki valójában igazából tényleg úgy utánozott volna a hangot, hogy arra te azt mondtad, hogy ez valójában jó. Nem? Tehát ez hát, bárhova, bárki betelefonált, föllépett velem műsorban, az mindig ilyen kicsit kellemetlen volt inkább. Hm. Tehát nincs igazán jó, tényleg van a nagy közhely, a tehén, a ló, a kutya, de hogy nem hallottál olyat, aki jól utánozott volna a hangot, nem? Hát én egyszer-kétszer hallottam, amikor kitelepülésre voltunk, hogy Feri utánozta, az első pöcre indul az alfa hangot. Hello, ez az! És utána odasunyogtam gyalog a kitelepülésre. És le is kitolta a hotelnek a parkolójába. Hát volt, hogy nem indult, és sokan voltak körülötted, és akkor viszont el kellett brummogni, hogy... Rosszul emlékszel, nem nekem volt, hogy nem indult. Azt tudod, hogy az alfások csak Magyarországon köszönnek egymásnak? Tényleg? Igen, hogy ez sehol máshol nincs egyébként. Hogy igen, ez mert... nálatok egy ilyen segélykérés, hogy ez egyébként a többi alfát, tehát kimész Olaszországba, átköszönsz egy alfásnak, az visszafordul. Ebből látszik, hogy nem a segélykérés miatt van ugye a köszönés, mert akkor máshol is köszönnének egymásnak. Akkor ez micsoda itt? Ez annak idején, a 60-as években, amikor megjelentek az első nyugatról behozott ilyen 70-es években az értékes autók, és neked volt egy Alfa Romeo, érted? Akkor egy nagy közösség részévé váltál, ahova ti többiek csak vágyakoztak. Ja, és ez volt a köszönés. Na mindegy, valaki mondta nekem, hogy mondja meg a Ferinek, hogy külföldön nincs, nem köszönnek. Tudom. Tehát, hogy ez nálatok. Próbáltam Olaszországban. Igen, tarts ki sorstárs, te is. És figyelj, nekem sem megy. A roveresek a világon mindenhol lesütött szemmel vezet. Ugye, hogy ugye? Köszönöm, János. Hozzak valamit a büféből. Gyerekek, hát szakszervizbe is kell valakinek menni. Az is igaz. Na figyeljetek.
mutatnám emberünket, jó? Hogy tud állathangot utánozni. Mondjátok meg, hogy tényleg jó, vagy csak én gondolom. Igen, ugye, hogy tudunk. Bali, ez nyomorúságos. Tehát ez tényleg szánalmas. Tehát mondjátok meg, ha én már oda is süllyedtem, hogy én ezt már jól megtartom. Amikor te hangokat kezdesz el nekünk mutogatni egy másik dimenzióból, akkor már mindig egy picit félünk, hogy na most erre most megint mit mondjuk, megint beigetjük. Most ez vajon magunkat. Tényleg jó lesz, vagy nem lesz jó? Na. Szerintem ő erős. Na figyelj, mutatom. Csinálok vele egy rövid interjút a beszélgetés elején. My voice every day and then... And how many sounds can you do? It's around 9, 10, 11. Ugye arról beszél, hogy minden nap gyakorol, és neki kérdezte a pacák, hogy hány hangot tud utánozni, és akkor 9, 10, 11. Ő se tudja pontosan, hogy hány hangot tud utánozni. Ja, csak mondom, hogy emberünk egyébként egy nagyon ronda zöld ingben van, egy rettetesen ronda lila zakóban, és kétszer úza van a két fülöpöt. Te egyébként fazon. Tehát egyébként fazon. Tehát így ránézel, és azt mondod, hogy akkor jöjjön el egy Feri, rosszat sértek, túl hosszú a felvezetés. A Feri lennék már százas kéne dobnom. Igen. Tehát ha ez Feri sztori, már hangjálom, hogy dob be a százas Feri, mert ez már nem lesz jó, már neked is dobnod. Jó, ha ez most nem lesz jó, vállalom. Jó, hogy ma egész nap helyettetek dobok, és minden egyes éjjaj gyerekekért duplát dobok. Áll a deal? Oké. Okay. Az alkú? Oké. Okay. Jó, ha nem lesz jó, de nem ér direkt azért mondom, hogy nem lesz jó. Na figyeljetek. But so busy practicing every day. Azt mondja újra, hogy nagyon sokat gyakorol minden nap. Na jó, nem. Jó, most már mondjad, hogy milyen állat lesz, hogy tutira menjünk. Jó, bepisíltek. Jó, azt hiszitek, hogy valamilyen kis blödli, ilyen kis ízét hozok itt majd. Világszám. Na. Na figyelj, világszám. Sebestyén Balázs Színház első. Ebből gond lesz. Most kicsi, már érzem. Szerintem most tegyél egy ezeres. Várjában van egy állam apró, megnyitott Sebestyén Balázs Színháza. Mi az önjelölt kicsit őrülteket keresjük. Az én színházam nem arról szól, hogy valódi színészi alakítások, hanem önjelölt, igazi, kattantak, őrültek. Bármiféle produkciót előadhatnak a Sebestyén Színházban. Gyere, elmutasd meg. Csak legyél elég kattant. Akkor nem csak hangutánzók. Tessék? Akkor nem csak hangutánzók. Nem csak hangutánzók, de... Mert akkor javasoltam volna a Magic Voice Girl. Girls and Boys címet majd a fővárosi nagy cirkuszban. Ti ott ültök a színházban. Na, oké, igen, itt ülünk. Kicsit becsukjuk a szemünket. Nem volt olcsó a jegy. Van ilyen? Hát van, de nem ott. Kérem, kapcsolják ki. Igen, személy van, ott érkezik a hatos vágány. De ez mondom, hogy ez egy alternatív színház. Itt semmi nem olyan, mint a Nemzetiben, vagy mint a Bárkában, vagy de ez nem. Körben nézzel, hogy kettes vonatra érkezik. Kapcsolják ki mobiltelefonjukat. Jó? Aha. Elsötétedik a nézőtér. Elsötétedett a nézőtér. Függöny szép. A Sebestyén Balázs színpadán az első úriember. A hangutánzó. Igen, de előtte még rászólok a Felire. Feli, ne zörög már tepertőbe. Lehet nálam, lehet enni, lehet inni. Ez egy alternatív színház, ez arról szól, hogy jól érezd magad. Jól érzitek magatokat? Hát eddig gyönyörű. Hogy volt? Kíváncsiak vagytok már, gyerekek? Na, fi. My voice every day and then... Nagyon sokat gyakorlok. Azt mondja, hogy nagyon sokat gyakorlok. Ezt a részét már mocskosul unom. It's around 9, 10, 11, but so busy practicing every day. Ugye, hogy nagyon sokat gyakorlok. Na figyelj, kezdj! Give us all your sounds. Ez jó. Nem mondd, hogy nem jó. Zseni. Ez nem tudom mi. Ez nem tudom mi. Egy. Na jó, ez tovább jut? Még kutya? Várjál, még jövök a kutyával. Szerintem ez nem volt jó.
Nem csengek, kutya nem csengek. 80%-os. Van ami alibi. 70. Jó. Van ami alibi, de egyébként nem rossz. 60. 50-et. Szemetek vagytok, azokat szemetek. Nem. Figyelj, voltak benne zseniálisak. Hát a kotkodácsolás, illetve nem is mert, hogy az, a kakas volt. Kakas kukorékolás, előtt kotkodácsolás és kakas kukorékolás. A kakas jó volt. Az jó volt, az nagyon jó volt. De a kutyában például azt nem érted, fázik a kutya, vagy ott az mi volt? Tehát, hogy ez most... Érted? Ha ennyit gyakorolnék, mint ő. Azért a te kutyád még nincs kigyakorolva. Nincsen, az, nincsen. Az a kutya még nincs kigyakorolva. A macska az nagyon tetszett, az nagyon jó volt. Az a cincogás szőrű, az mi volt? Házi egér. Igen. A lóstálóban. Igen. Az a ló jó volt például, te sokat a lóvat nem, a lóvat nem hoztál. Szamarat nagyon jól hoztál. Volt egy kismajon, kismajon volt benne, ugye? Ott a vége felé. Kismajon. Persze, meg egy aligátor. Mondd azt, hogy igen volt, mert azt tetszett. Ülök a boltomon a kis francia buldogommal, fel alá rohangál, keresi a hangokat. Na, szegény. Honnan jönnek? Kiskutya volt egyébként, az a small puppy, az a, amikor a kiskutyák így nyüszögnek, vagy nem tudom, mit csinálnak. Ti tudtok valamit egyébként? Nektek ez megy? Tehát bármilyen nyomorúságos állathang, amiből... Mi az, hogy nyomorúságos? Tehát te köztük lőttél fel, téged tehenek neveltek tulajdonképpen, ugye? Na, erre gondoltam. Nyomorú. Erre volt a csillag születik első. Ez a csillag születik ára. A te retek kutyáddal jössz. De én nem mondtam, hogy tudok. Értette meg, itt előjössz ezzel a nagyon bina. A legnagyobb közhely utánzás. A legnagyobb hang közhely utánzás. De jó, te se tudod eldönteni, hogy bagoly legyél, vagy galamb. Ez galamb. Te mi vagy? Te galamb vagy? Galamb. Aha. Ez egy galamb? Azért ez egy nagyon kehes galamb. A szerkesztő ez egy vidéki galamb volt. Mert már az aulából hazaküld. Ez vidéki galamb. Az én házamban ez legalább egy második forduló. De visszajöhetsz. Aha. Ugye? Tessék. Na mutasd a kutyádat, a kiskutyát még egyszer. De a kiskutya nekem nem megy, az csak úgy, de semmi gyakorlása. Akkor mi? Na. Na, ezek után mondom, hogy azért nem rossz, amit ő nyom. De ezeket így... Hát ezeket olyan így, volt. Ne legyél már parancsül. Életemben először csinál. De látszik, hogy vannak a környéken kutyák. Tehát látszik, azért... hogy azért te sokat hallod ott. Tehát, hogy ebben azért volt egyfajta. Figyelj, és ebbe képzeld bele azt, hogy mit tudom, érted, másfél kiló, helyben topog, és közben megy hátrafelé. És utána visszaharaszol a kapuhoz, és megint támad. Megint hátrál. Na, hát igen. Szóval, hogy... Na, tessék, miért ez jó? Hát nem, ez a bedrogozott cica. De hagyj! Kicsit még ébredés után van. Ezt én bevenném. Hallad? Ezt én abszolút bevenném. Ugye, hogy sas. Ez egy az egyben. Ugye, hogy sas. Írnak nekünk hallgatók, hogy ki miben jó. Csak azért, hogy átérezzétek egyébként, hogy ez nem egy könnyű helyzet állathangot utánozni. Találjuk meg azt a hallgatót, aki egyébként ebben az egyik legjobb. Valaki azt írja, hogy nekem jó a varjam. Aha. Hogy nekem jó a varjam, nekem meg jó a vöcsköm. A vöcsköd és a kazuárod. Igen. A kazuárod nagyon jó. Na jó, figyeljetek, még egy, ezt na. Figyeld. Lehúzom. De nem mondd el, hogy milyen állat, nem mondd el. Mond el. Na? Törpeharcsa. Ne, ez viszont mikroszkóp színvonal. Ez nagyon jó. Ez defektú. Csak azért, mert benyaltad. Ez Ádám és Eva, sas azért is. Tehát ez, de ugye, hogy jó volt? Ez mikroszkóp. Ebből a mikroszkóp. De legalább tátogtál volna. Miért is? Mert a rádióba, érted. De nekünk. Ez csak egy audio élmény volt. Kaptuk egy számot. Ne, Feri, ne, várj, ne. Nem, tökjön bepörgünk. Na, tojad? Mutatok. Az csukott istáló ajtónál tehén. Csukott istáló? Csukott ha csukva van az istáló, igen, akkor ez tehén. Vagy. Ez semmi. Jani, legyűlőztem. Semmilyen körülmények között nem tehén. Na, nézzük meg a hallgatóinkat, tessék. Drága hallgatók, aki jó varjúban, szöcskében, sáskában,
tücsökben, cserebogárban, vagy bármiben, és azt nekünk most itt képes és hajlandó megmutatni, felajánlunk neki egy reggelit, ha ő lesz a legjobb, jó? Tehát küldünk neki egy jó reggelit. Valamikor a jövő hét elején kap tőlünk egy reggelit, ha tényleg vitathatatlanul a hallgatók megszavazzák, hogy ma ő viszi. Tehát a színházas emberünkön kívül, aki fellépett, ugye, akit bejátszottam, azon kívül, ha van hallgató, és ebben jó és ügyes, azt meghallgatjuk, jó? De extrém állat kell, hogy legyen, tényleg, tehát ne Jani kutyája, vagy Feri tehene, az is lehet akár. Ha jobb, mint a miénk. De csak akkor, lenne. Ha jobb, mint Jani, mi volt a tacskó? Igen, de ne sértekes, ne hozz ki belőlem a mérges macskát. Az a baj, nem vagy arcom köptél egyébként. 6 kiló nyálat törlök lehet. A mérges macska, ilyen? Neki abban jó, ami van otthon neki? Igen, tehát te sokat értelmű. Hallod a macskádat és a kutyádat, te így abban van. Vagy jó, így nem? Van. Én még hozhatnám a pincészkát, mert abból is van elég. Azt mondja, hogy tényleg, ha jók vagytok valamiben, bizonyítsátok be, jó? Azt, van itt egy telefonszámunk, hogy hívjátok fel a srácot, hogy miket tud, besírtok rajta. Van egy 30-as szám, onnan megcsörgetetjük, hogy valóban tudja, amit egy hallgató ír. A legnagyobb közhely az ugye a kutya, macska, galamb, vagy gerle, Ferinél. Gerle ugye, volt. Gerle volt. Köszönöm. Tehát egy krúpos gerle, mondhatni tulajdonképpen. Mi van? Tehát a vágyfülűek tudják. Hát ilyen. Nyár esti. Csukd már be a szemed, érted? Csukd be a tessék, csukd. Tudod, hogy velük kapcsolatban mondták azt, hogy ahány húhogást hallasz, annyi ideig fogsz élni? De ez mindig gyerekkorunkban azt számoltuk, tényleg? Hogy mennyit húhog. Nem, igen, azt a babolyra mondják. Nem, a kuvik. A halálmadára kuvik. De én így hallottam. Mi ja, hát jó, hát mire eljutott, mire hozzátok eljutott a... Tényleg egy fővárosi akarja eldönteni az én tehenemet, hogy nálunk milyen? A betó rengetegben mire ez az... Eljutott, érted? Hát addigra már galambot csináltak belőlem. Na, tehát ki miben jó, mutassátok meg nekünk, jó? Ha valaki ellenállhatatlanul úgy érzi, hogy fellépne a világot jelentő deszkákra, akkor mutassátok meg, hogy hogyan tudtok hangot utánozni. Csak is kizárólag állathangokra vagyunk kíváncsiak. Semmi más nem érdekel bennünket. Ákos, jó vagy valamiben? A hírekben. Fú, de elkaptatok ezzel. Én szeretnék megmaradni hírszerkesztő. De nem áll. Annyira éreztem, hogy hónapja nem szólítottalak meg, de most éreztem, hogy meg kell. Az a baj, hogy egyedül pávián tudok, de biztos, hogy nem kapjátok. Hidd el, hogy nem volt véletlen az, hogy én pont ebből a témában hívlak be műsorba, és egészen véletlenül pont most szólaltatlak meg, hogy mint hírszerkesztő tudsz állathangot utánozni. Nem tudom, egyébként tényleg nem. De a pávián tudod, most mondtad, már nem érsz. Vagy egy munkákót. Nem tudom, mindig az ellenkezik, akinek van valami a tarsajában. Na, egy hónajpukit. Biztos van ott. Egy halat meg egy nyulat. Így van. Mi lesz, ha gyereked majd azt mondja, hogy apa, utánoz nekem egy állathangot? Igen. Hát ez... Ne nézz oda! Megkérdezi, a fostos bugybóka, érted? Hogy a fostos bugybóka az nem. Na jó, nem kínozlak tovább, pedig lehetne. Meg hát a hangeffektusok használta a hírszerkesztésben, az ugye a Zsoltnak a reszortja volt annak idején. Azt tudjuk, hogy... Állathangokat kezdtem el utánozni a kocsiban, a piros lámpánál furán néznek rám, de nem izgat, a Sebestyén színháztárja akarok lenni. Deko küldte nekünk, gyerekek, a kutya fel alá rohangál a lakásban, hagyjátok abba. Én megpróbáltam a giliszta hangot, kevésbé ment, de ha tudok, bejutok hozzátok. Tudni, hogy az én galambon jobb, mint Feri és Zsuzsi küldte nekünk. Az anyósom ugatásban nagyon jó, én pedig a halat tudom utánozni, jött ez is SMS-ben. Párom majd ma a legkirályabb, hívjátok őt? Tehát itt most már elindult, hogy emberek módszerolják a barátaikat, hogy hívjátok, barátom tücsökben nagyon jó, itt van a száma 0670, és tényleg elküldik. Én egy kalapos nagyállatot tudok utánozni. Azt mondja, jó napot, jó, nem fejezzük. A szomszédom a legjobb utánzó. Sündörgésben verhetetlen, írja valaki. Elveszett kölyök cica. Nagyon jó vagyok, hívjatok, írjátok. Elveszett, érted? Nem akár Jézusom, tudod, akit már meggyötört az élet. Elveszett kölyök cica, nem is akármi. Itt van egy hallgatók, halló, jó reggel, ciao. Jó reggelt, sziasztok! Hello Tamás! Így van. Hát ezt mi fél évente elsütjük, mert mi ezt nagyon szeretjük, ezt a témát, amikor is emberek, felnőtt emberek kivetköző magukból teljesen infantilis módon újra gyermekek lesznek. Neked mi megy jól? Miben vagy jó? Hullámos papagáj. Nagyon jó. És hullámtalan? Ezt már most el tudom képzelni, hogy mennyire jó vagy hullámos papagájban. Volt esetleg, onnan tanultad meg? Igen, gyerekkoromban több is volt. És
általában mindig magányosak voltak, ezért én beszélgettem velük. Na, mondjuk akkor te is, te neked is magányos gyerekkorod volt. Tehát a papája, a papagájok is magányosok voltak, de te is magányos voltál. Ne, nem. És dumáltatok, válaszoltak? Ó, persze, nagyon. Nagyon. Aha. Hát, igen, az idő megszépít mindent. De egy kis maugli vagy, mert egyébként nagyon sokan emberi nyelven próbálják tanítani a hullámos papagájt, hogy mondta, hogy szekrény, te viszont papagáj nyelven kezdtél el velük beszélni. Tehát... Én nem tudtam megtanítani őt, ő megtanított engem. Na, mutasd Ádám, hogy szól a hullámos papagáj? Semmi. Basszus, ez tényleg? Egyébként jó. De mit csinálsz? Szűrcsöksz? Ezt hogy csinálod? Figyelj, csak ne csavargass már szegény madárnak a lábát. Csak ezért, jó? Tényleg, engedd már azt a papagájt, hadd repüljön, vagy tedd vissza a ketrecet. Jó vagy, és ők erre válaszoltak? De, igen. Tényleg? Tudod-e, hogy mit mondtak? Mert az még fontos. Az, hogy magányos. Persze, vagy szétfújnám a tollat a fovákától. Tamás, köszi, ügyes vagy, ez tényleg jó. Te rullámos papagájban most te vezetsz, abszolút jó. Köszi, csáó. Köszi, hello, hello. Ügyes volt, tényleg ügyes. Mentsétek el a számát kicsit... a papagáj embernél. Igen, legyen meg nekünk. Ádám, vagy Damás a papagáj a ember. Itt van Gyula, hello Gyula, jó reggelt. Hello, sziasztok. Hello, szia. Honnan hívtál minket Gyula? Debrecenből. Debrecenből, mikor jöttél rá, hogy jó vagy tücsökben? Kicsikoromban. Kicsikoromban? A két első fogam közt elég nagy hézag van, és ezt kihasználva cirippelni is tudok, csipogni, mint egy csirke. Tényleg? Ja, így van, persze. Beszívod a levegőt, vagy kifújod, és ez adja a hangot? Kifújom közben a nyelvemmel, még játszadozok közben. Aha. Wow, egy igazi virtuóz. Egy igazi virtuóz. Na, hogy szól a tücsök? Pillanat. Ez... Most mit csinálsz? Melegítesz? Ez mi? Ez mi? Hát igyekeztem. Ja, ez volt. Kicsit közelebb kéne tartani a telefont picit, a szárhoz. Igen, mert semmit nem hallottunk. Na jó. Aha. Várja, fi. Még egyszer. Hát ez egy nagyon beteg tücsök. Várj, ez a tücsök nagyon csapágyas. Várja csak, itt a stúdióban is van egy... Várjatok, mert egyszer sikerült az adójából kicsalnom így egy tücsköt. Aztán ki ez a hülye, aki egyszerűen nézni, hogy ki ez a beteg hangú. Igazi tücsök volt, és nem kellett kiszednem semmilyen bottal. Persze, kijött ránézett, és azt mondta, szia Gyula, leszünk barátok. Jó, nem rossz, nem rossz. Nem rossz. Gyula, nem rossz, de tücsökben még azért kicsit fejlődnöd kell, vagy hát legalábbis, ami átjött nekünk így adáson keresztül. Köszi Gyula, hogy hívtál minket, vigyázz magadra, ciao. Hello. És azért ez messze voltak. Hát, de ez egyébként fonetikusan leírva az, hogy cirip. Igen, csak egy prüszkölő lóval előadva. Itt van velünk Dani, hello Dani, jó reggelt! Sziasztok! Hello! Szia. Mikor jöttél rá, hogy jó vagy varjúban? Zenekaron belül szoktuk egymást ezzel ijeszgetni, meg most már otthon is a szomszéd gyerekeket. Hogy a varjút utánzol? Így ijeszgeted a gyerekeket? Igen, ez egy ilyen idegbeteg lakótelepi varjú, aki nem talált elég kaját a szemetesben. Aha, te már egyből nem is csak egy cipla varjút hozol, hanem te a mérges varjút hozol. Tehát az éhes mérges varjú. Itt már van egy mitológia is. Az éhes varjú, aki nagyon mérges és ideges. Oké, na figyeljünk. Mehet, kicsit izgulok. Ne izgulj, ne. Semmi gond nincsen. Az nem jó. Na. Ennyi a varjú. Pont ugyanilyen hangokat adok én is, amikor Viki szól, hogy halkabban, mert alszik a gyerek. Hogy most tettem le aludni, ha fölébred, nagyon mérges leszek. Figyelj, én hallottam. Menő. Ez jó. A varjú tényleg nagyon mérges. Nem rossz, de pont ugyanilyen hangokat adott ki Balázs egyszer, amikor félrenyelt egy kis patogatott kukoricát. Együtt moziztunk Jánossal. Ott van, haveró. Integettem, hogy verje hátba, mert nem, megfulladok, de nem értettem. Jó, hát inkább mondom azt, hogy nem rossz. Nem rossz, Dani, ez az éhes varjú, aki mérges is. Jó? Köszönöm. Köszi, ciao. Biztos, ha egyszer. Hello.
Kérdés, milyen izgalmas lennénk, hogy látni a hallgatókat, mert valószínűleg a testtartások is megváltozik. Tehát átalakulnak, ahogy te egyébként kapartad itt a levegőt, mikor mérges macska voltál, meg a Feri átment, nem tudom, izébe, fáradt gerlébe, tehát hogy ti megváltoztok. Tehát, és az emberünk is a videón is átszellemül minden egyes állatnál. Igen, akaratlanul is megfogod a kezeiddel a vállaidat, és elkezdesz csapkodni a kis szárnyal. És ugrálsz. Tehát a Dani valószínűleg úgy volt varjú, hogy átalakult. Tehát hogy egy teljes átalakuláson ment keresztül. Itt van Erika. Hello, Erika. Sziasztok! Erika, mikor vetted észre, hogy jó vagy majomban? Hát tulajdonképpen akkor, mikor megszületett a fiam, és szerintem őt szórakoztattam meg először, aztán most már ilyen családi összejöveteleken szoktam égetni magamat ezzel, úgyhogy a fiam nagyon nem díjazza. Tényleg, tehát karácsonykor összejöttek, és mondja a család, hogy Erika hozna majmot, kiállsz, leteszed hát a mákos beiglit. Hát a gyerekek igen, szokták mondani, hogy csináljam, igen, és akkor jókat rögnek. Nagyon nagy vagy. Nagyon jó, ajándékokat kiboltottátok, elfogyott már minden. Na, de most, de most figyeljetek. Mindjárt elköszönni. De Erika, legyél már majom. Nem, még a halászlevet egyébként. Na, Erika, jó. Most már hozd a majmot. Na meghallgatj, hogy milyen majom, mert ugye majom hangból is azért nagyon sok van. Ez egy... Hát azt nem tudom, megmondom, hogy eldöntitek. Pávián, bőgő majom, mit szerintem tudom. Talán inkább pávián, ilyen sikítozó, rikoltozó pávián. Fél elő. Kicsit lejvárja, lejjebb van, kire van fülesemek, mert ez a fülünk menekünk nagyon ér. Na figyelünk, becsuktuk a szemünket, ott vagyunk Borneón egy őserdőbe, ott őshonos néhány majom. Figyelünk. Lehet? Ilyenkor... Ez az. Nekem ez túl szürreális ez az egész reggel. A vége az nagyon. Hozd még egy kicsit, Erika, mutasd. Egyébként a vége jó. Egyébként jó. Az elején, ahogy hergeled magad, melegítesz, az is nagyon jó. Tehát, hogy felkezded magad felhúzni, és utána váltasz igazán át. És a hasamat vakargatom közben, ez csak így megy. Ne! Ne hozzám, mozdulat kell hozzá. Tehát csinálod magát a mozdulat, tehát vakarod a hasad gyorsan? Hát így gyorsan, igen, mert csak akkor tudom így belehergelni. És mit csinálsz a másik kezeddel? Azzal fogom a telefont. Jaj, hülye kép, persze fogod. Egyébként, ha nincs telefon a kezemben, akkor a fejemet vakarom. Tehát az egyik kezedben vakarod, a hasod a másik kezedben. Aha. Igen, egy gyorsan. Gyerekek, Erika, eddig Erika viszi a reggelit. Jó, a hang az jó, de azt valljuk be őszintén, hogy így vakargatással, meg hangutánzással együtt azért ez egy ilyen asztalbontó esemény már szent este. Igen. Erika, én nálatok nagyon jól szórakoznak. Tehát én szóráslikört, és aztán ezt a családot nagyon szeretem, még ilyet. Én segítenék kint mosogatni. Én imádom az ilyen szürreális szituációkat, belemennék, és még mélyebb rásnék. Mi van még ott? Na egy utolsó, csak köszönj el tőlünk így, jó? Köszönj el tőlünk. Szia, Erika! Sziasztok, fiúk! Nem így. Ugye, hogy jó. Zseni, viszi a reggelit. Egyértelműen viszi a reggelit. Egyelőre. A legjobb volt, nem? Jó, a hullámos papagája a Paris. Az nem volt rossz. A hullámos papagája nagyon jó volt, és ez nagyon jó. Csináljunk egy dzsungel mixet szerintem. Megvan, hogy vakarja a hasát közben? Nagyon gyorsan. Megvan, hogy a fia vagy? Anya, nem már. Az iskolai ünnepségen vagyunk. Érted, és... Igen. De kemény. Elszavasz egy verset anyák napján, anyák meg... Mondjuk valahol jó fejség, és egy különös nyelven kommunikáltok a szüleiddel az óvodában, meg az iskolában. Imádnám. Tehát jelen a muterom, az zseniális. Itt van velünk Gábor. Hello, Gábor, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello! Szia, huha! Ez a magabiztosság, ez nem sok jót. Igen. Te is át szellemülsz ilyenkor? Teljesen. Igen? Igen. Na, te mikor vetted észre, hogy jó vagy Donát kacsám? Donát kacsa nem egy állat. De én azért szeretem, mert a Donát kacsa legalja. Tehát most vagyunk a mépen. De ez nem egy exakt állat. A Donát kacsa. Tehát, hogy azt tudjátok, hogy az olyankor megerőszakolja az ember a szervezetét, amikor Donát kacsa hangon szól a meg. Tehát ez egy fizikailag kimerítő gyakorlat. Én mindent imádok. Nem gyakoroltam sose. Egyszer csak észrevettem, hogy megy. Gyerekkoromban, amikor ültem a tévé előtt, mert a jugoszláv csatornán, akkor egyszer csak rájöttem, hogy megy. És azóta ezt egyébként valahol csinálod? Tehát tényleg... Igen, szoktam néha, igen. De hol, buszon, családi rendezvényen, strandon, vagy csak úgy, ahol rád jön? Ilyen rendezvényeken, tehát zenekarban is előfordulok néha, és az énekesnők oda a mikrofont, hogy akkor most pedig egy kis Donald kacsa. Az a céges buli is kemény lehet. Az nem lehet. Ahol először énekeltek, aztán... Aztán jössz a Donát kacsával. Kormány ablakos ormálás közben. Más is megy, vagy csak ez? Hát még a galamb, de az nem annyira jó. Még az a galamb. Nem erős. Na mutasd a Donát kacsát. Én nem is emlékszem egyébként, a krákogot? Nem adott ki értelmes hangot, nem? Nem. Igen. Nem. Na mutasd.
Jó, most rettenetesen be van nyomva, de hogy értelmes. Szeretem, hogy felnőtt emberek ezt csinálják egy rádióműsorban. Tudom, ez az én. Én szerelmi szintemet mutatja, engem ez szórakoztat, hogy felnőtt, érett gyermeket nevelő emberek egyébként hasat vakarnak, igen, papagájként beszélgetnek, és Donát kacsát utánoznak. Hozd még egy kicsit, igen, Gábor, muti. De ő értelmes mondatokat mondott. Igen, mert ez most egy vízbe fulladó. Nem mindig lehet. Ez nem olyan, amikor a Donát kacsa lenyelt egy békát, és a kettő együtt jön ki. Tehát próbálja felködölni, igen, a békát, a béka is hangot, igen, ad, és a kacsa is hangot ad, és a kettőnek van egy ilyen egyvelege. Igen, valószínű. Igen. Tudunk még erre dobni egy lapot? Megvagyunk, gyerekek, megvagyunk. Köszönj el tőlünk kacsaként, jó? Mama. Köszi, ciao. Hello. Gyerekek. Hát szerintem egyértelmű, aha, nem? Köszönjük, hogy föltetted az időpontot. Azt hittem Donát kacsa. Erika majma. Erika majma és a hullámos papagáj, de mindenek a legjobb volt az Erika. Erika majma. Jó, mert azért, mert Erika majma az egy konkrét egész estes produkció, ugye? A vakarózással együtt, meg egyebekkel. Szerintem akkor meg kell csinálni. Én azt gondolom, hogy itt érne Viaszat 6, vagy nem tudom, hogy talán bevő is lenne rá, hogy akkor tényleg megcsinálod az első műsorodat, mint producer, a Magic Voice. Nem lenne jó egy ilyen színház? Nem éreznétek jól magatokat? Hogy ők, akik az most voltak adásban, mint föl... Lenne egy hangutánzó szám, aha, és utána összegyűjtenénk mi az ország különböző szegletéből a különböző önjelölt, kicsit bolond vagy bolondosabb embereket, és lenne egy ilyen színház. Legyen a neve a Feszengő Színház. Hogy a nézőtéren. Figyelj, hogy menjünk már ki. Csak vécélek emelem, bocsánat. Úgy érzed, hogy ez egy előadás lenne? Te nem érnénk meg az ezret? Vagy a jubileumi 500-on? Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Egy portál összeszedte, egy internetes portál, hogy milyen típusú nyaralókkal találkozhatunk, ha mi külföldön nyaralunk. Vagy egyébként nem is kell külföldre menni. Összeszedték a legtipikusabb magyar nyaralót, azokat, akik külföldön járatják le kicsit a magyarokat, de belföldön is találkozhatunk velük, mert hogy állítólagosan magyarokra ránk bizonyos jellemzőek igazak, ha elmegyünk nyaralni, akkor 4-5 féleképpen tudunk viselkedni, de valamelyik kategóriába állítólag a legtöbb magyar beleillik. Remélem, hogy azért ez nem így van, és vannak, akik normálisan nyaralnak, de összeszedték, hogy a gazdagék, a szarrágóék, a hisztis házaspár, a fiatal pár, az idősödő házaspár, a visszatérők hogy nyaralnak, illetve bunkókámék. Bunkókámék, hogy nyaralnak. És a téma, amivel foglalkozunk, már mindenki gondolkozhat rajta, hogy honnan tudod, hogy magyar van a közeledben? Ugye Magyarországon nyilván tudod, írhatok nekünk olyan SMS-eket is, hogy Balatonon mi a legtipikusabb nyaraló a Velencei tónál, wellness fürdőben, de bennünket is az is érdekel, hogy amikor külföldre mész, és kicsit azzal a szándékkal mész, hogy elfelejtsd honfitársaidat. Nem legyünk őszinték, hát sokan szerintem azért is mennek külföldre egy hétig, ne halljanak magyar hangot, ne hallják, hogy a tengerparton ordít, hogy öcsike, az mászt a matracot, mert anyád úgy alávágok, hogy nem mozod a matracot. Tehát kicsit ezért megyünk külföldre sokan, nem? Hogy ne kelljen azért sokszor a magyar, tipikus magyar nyaralóval. Lacka, megint belejtetted a homokban a vókmant! Igen. És hát nincs kiábrándított, amikor elvonulsz valahova Görögország, Egyiptom, Törökország, és azt hallottad. Hát de nem azért mész, hogy egy másik kultúrával találkozol? Kicsit igen. Nem? Kicsit igen. És hogy milyen típusú nyaralókkal megyünk, milyen típusú nyaralókkal találkozhatunk? Azon gondolkodtam, amikor ezt így meghallottam, ezt a felmérést, hogy ez csak nekünk magyaroknak jelzi, hogy magyarok vannak a közelben, vagy sajnos eljutottunk odáig, hogy ezt már a külföldiek is tudják. Hát, szerintem hogy ez csak nekünk... inkább csak azt sejtik, hogy milyen irányból, aha, jöttünk. Mert én biztos vagyok benne, hogy van ilyen mondjuk orosz turisták, azért, vagy őszintén, vagy érted, most a kínaiakat is állandóan csesztetik, ez meg a japánokat, amiért ahogy hívják, mindenhol mennek, mindent fényképeznek, neki tök mindegy, hogy miről szól a kiállítás, ők fényképeket akarnak hazavinni, mert azt meg tudják mutogatni. Igen, na nézzük, gazdagék, szarágóik, hisztis házaspár, fiatal pár, a visszatérők, vagy bunkókámik. Na. Kivel akartok együtt nyaralni? Szarágóék, azzal tudok azonosulni.
Egyébként ez te vagy. Nem a szarágóik miatt, jól állnak anyagilag, de nem fogják hagyni, hogy csak úgy átvágják őket, lopnak az étteremből. Nem, ezek nem vagyunk, soha nem lopok. Lopnak az étteremből, ha félpanzión vannak, hogy ne kelljen költeni ebédre. Ja, tehát ő az, aki a reggelinél összefog háromkor alszant, és fölviszi. Jó. Igen. Állandóan számolnak, átváltanak euróról forintra, nem éri meg rablás felkiáltással. Otthon minden sokkal olcsóbb, ezt hangoztatják is. Ők azok, akik hatszor kérnek mindenből, és még a gyereket is visszaküldik egy utolsó próbálkozásra, ugye például az esti svédasztalnál. Ami ingyen van, abba belemarkolnak, akár szükségük van rá, akár nincs. Nem ülnek be semmilyen vendéglőbe, nem fogják hagyni, hogy levegyék őket. Tipikus egyébként, nagyon klasszikus. Autóbérléskor a legolcsóbbat kérik, és megpróbálnak alkudni, majd kiverik a barét, hogy nem férnek be a kocsiba. Nem adnak borravalót, ők ezt az utat otthon már kifizették. Mekkora klasszikus mondatok egyébként. Mekkora klasszikus mondatok, nem? Az apa lehajol, nyúlkál a homokban, azt hitte egy 2 eurós, de csak egy sörös kupak csinál meg. Persze. Na, nem, ez így igazi rohadékság. Ezek ti vagytok. Nyilván. Kilóg valami. Hoppacska, hoppacska. De csak egy sörös kupak csinál meg a térdig érő tengervízben. Ezek tehát a szarrágóék, ha nyaralnak valahol. Nézzük akkor a visszatérőket, vannak a nagy visszatérők is, ezt írja róluk a jellemzés, kényelmesek, ugyanaz a szálloda 12 éve, ugyanakkor ki nem húzzák a lábukat a hotel kapuján, csak ha indul haza a repcsi. Férjemmel, Lajossal évek óta visszajárunk ide, imádjuk ezt a helyet, helyesek a recepciósok, felkiáltással nyaralnak. Tőle kérjetek koktélt, mert ő nagyon jól csinálja, a többiek is, de ő a legjobb. Ő már bennfentes egy kicsit, ugye? Igen. Tehát ő már mindent tud. Igen, nagyon szép mondat, mindent tudnak a hotelről, a tulajdonossal, még közös fotójuk is. Nagyon szeretem ezeket a jellemzéseket. De várjál, ez biztos, hogy Lajos volt, és nem Balázs, és nem egy Sárveri Hotelnek a vendégkönyvébe írta be egy wiki nevű. Nem, 12 éve nem járunk. De vannak kedvenc helyeink Magyarországon, de nem járunk 12 éve sehova. Bunkókámék. Na, végre. Jó, nézzük, hogy nyaralnak külföldön. És megvoltam. Én, megvolt Balázs, most ki. Akkor csak én lehetek. Azt mondja, hogy ordibálnak. Aha. Már a reptéren megy a tahóskodás. Na, mit ért a tahóskodása? Na, nagyon, tahóskodás. A férfi, az apa nem ül le a repülőn, rászólnak, leül, de egyből feláll. Na, egyébként tényleg nagyon tipikus. Charterjáratokon előszeretettel látsz ilyet, ugye? Vicceket mesél felhangon, szexes poénok a rosszabbik fajtából, röhög a saját viccein, a szállodában is hangoskodnak, ők nyaralnak, így lazítanak. Mások pofája ég miattuk, ők lefogják inni, amit kifizettek az utazási irodának. Leén, ha oda is rókázom az asztalra, akkor is megiszom, amibe ez kerül, nem érdekel, felkiáltással mulatják egyébként az időt. A spagettire ráméri a szaftost hús, dobál rá még egy marék sült krumplit, meg a tetejére rámegy egy rák, egy kagyló és egy pizza. Hát van, érted. Istenem, de gyönyörű. Egyébként tényleg azért ez jellemző. Sajnos sok igazság van ebben. Tehát, ki van fizetve az All Inclusive, már pedig leeszed anyjuk. Ha külföldön vagy, és pupozott tányérral valaki rohangál 2 darab margarita pizzával próbálja lenyomni a svéd asztalt, az biztos odaszól, hogy Lajoskám a szőlőből még szedje, mert az is ingyen van. Sajnos ez igaz ránk egy picit. A medencénél pukiznak, büfiznek, pajzán utalásokat, megjegyzéseket tesznek egymásra. Ha jön a pincér, mutogatnak, kiabálnak, kalimpálnak, kapnak sört, azt jó van. Viszki, azt érti, azt mondjad neki, Timi, hallod? Viszki, azt érte. Ők itt a legjobb fejek, a többiek köcsögök, sznobok. Így gondolják. Senki nem akar velük egy fotóra kerülni, körülöttük üresek a napágyak, úgy kerüli őket a szálloda többi lakója. Egyébként jellemző. Nem? Igen. Jellemző. Igen. Bunkokám. Bunkokám, amik így nyaralnak. Two ibrik whisky. Nem beszélsz magyarul? Igen. Gazdagék. Hogy menne gazdagék? Na, gazdagék. Arcukról az üres nagy képűségen kívül semmi más nem olvasható le. Öröm meg végképp nem. Apa jó karban van, 50 fölötti, valamikor sportolt, most már pocakra gyúr, anya a tipikus milf. Júj, de gyönyörű, látom őket magam előtt. Meg vagyunk. Mindenki. Anya a tipikus milf. Nem állnak szóba senkivel, körülöttük mindenki tahó proli. Egymással se nagyon beszélnek, nagyon klasszikus. Maximum egyszavas kommunikáció folyik, vagy biccentés. Szigorúan együtt,
Senkit nem engednek be a bizalomkörükbe. Apa olvas, anya úszik programszerűen. Nagyon szép. Tengerben nem, kizárólag a medencében. Ha valaki oda megy hozzájuk, árus, akárki a nyaraló csoportból vagy a szálloda személyzete között, egy szavas választ adnak. No. Zseni. Aki ezt írta, zseni. Egyébként megismered a típus, látod az, őket. Nem? Nem jönnek, mennek, vonulnak. Vonulnak, nagyon vonulnak, megérkeznek a beachre, elfoglalják a napágyat, nagyon vonulnak. Anya azért még úgy. Jóféle mil, papa valószínűleg már nem kezelgeti, anya nézegeti a fiatalabb fiúkat azért, nem? Így van, egyértelmű. Ha ott állnak a lift előtt, kinyílik az ajtó és bent állnak tahóik, ők nem szállnak be. Megvárják inkább a következőt. Lépcsőn biztos, hogy nem mennek, de inkább várnak egy üles liftet, mert ők nem vegyülnek. ők nem vegyülnek, igen, igen. Ez a nem vegyülünk, ez egy tipikus jelmondata egyébként a magyarnak, igen. Van még a majd lesz valahogy, csak induljunk már el csapat, azt nagyon szeretem. Idősödő házaspár. Idősödő házaspár, de ők egyébként cukik. Anya 70 évesen is felviszi a festéket. Hát igen, nem lehet akár, hogy mennünk. Aranyat földre. Befigyelnek, fülben csuklón karon, papánál csak nyaklánc. Papa pipázik a parton, mama legyezgeti körülötte a füstöt, nem vegyülnek. Ha valaki rájuk köszön, mosolyogva motyognak valamit, mama 3 nap után rohadtul unja a banánt. Menne már haza, hívogatja a fiát, hogy adja a telefonhoz a kisunokát Bálintot. Hiányzik az unoka. Nagyon szeretem. Kisunokát Bálintot. A medencénél keresztrejtvényt fej. Amint jön egy kis frissítő szellő, a dögmelegen magára húzza törülközőjét, papa szunyókágat. Oda megy hozzájuk a programszervező a szállodától, meghallgatják, majd borsolyogva elhajtják a búzsba. Teljesen, nagy teljesen jó, tipikus. Nagyon jó. A mindegy csak, hogy volt ez a mindegy csak, vagy hogy menjünk csak... Majd lesz valahogy csak majd induljunk. Lesz, na hát a kategóriában tartozom, van egyik legjobb barátom, tényleg rosszat nem lehet róla mondani, a szenzációs srác. 3 napra kimentünk Londonba egy pár hónappal ezelőtt, vagy évvel ezelőtt. Nagyon-nagyon jól sikerült, repülőtéren kinyitotta a táskáját. Mi volt benne? Volt benne egy tiszta zokni, egy boxeralsó, egy heti válasz és egy sonkás szendvics. Csak elég is, mennyire mentetek? 3 napra. 3 napra és a sonkás szendvicset már perjegyen megette. Ilyes volt, értem. De legyünk őszintén. Ez tök jó, és igaza van. Igen, de legyünk őszintén, ebben abszolút igaza van, de legyünk őszintén, hogy elmész Törökországba, elmész Egyiptomba. Tehát látsz egy házas párt és a pasin hasitasi van, azért az nagy százalékban tuti, hogy magyar. Oda mész rájuk, köszönsz, sziasztok, visszaköszön egyébként, nem? És a Palin egy akkora hasitasi figyel. Egyébként, ha mázlid van zokni szandál, ha nem, a mama már levetette róla egyébként. Tehát, hogy azért tényleg sokszor kiszúrod, hogy ki az, aki tud egy kicsit tipikusan magyarosan viselkedni. Ennyi. Szeretjük, nem szeretjük, sajnos azért vannak ránk jellemző momentumok, sokan azt mondják, hogy persze már nem ilyenek vagyunk, meg ne bántsuk, de igen. Tehát, hogy nájlonzacskó. Nájlonzacskóval jönnek miénk. Egyébként, igen. Így van. És ugye hát all inclusive szállodában vannak, de a hotellel szemben van egy szupermárkat, ezek kimennek nagyon bevásárolni, és cipelik föl a minibárba a behűtött hűtőt, mert azért az mégiscsak jobb, bár all inclusive a dolog, de azért mégiscsak valahogy jobban jön ki, mert finoman. Tehát azért ez nagyon-nagyon jellemző. Isten, Barcelonában volt egyszer a Sagrada Familiába akartunk azt szembe menni, és 5 vagy 10 euró... Meg nincs is kész, Feri, minek akartad? Mondjuk az is igaz, és ott volt egy csávó, aki, tehát 5 vagy 10 euró a belépő, elég húzós, valóban, de hát azért mégiscsak az életed egyik legmonumentálisabb épületét nézed meg, és ott volt a magyar csávó, aki vitatkozott az üvegfalon túllevő nénivel, aki adta volna a jegyedet. Mi a... anyát kerül 10 euróba! De mi? Most... És üvöltött, gyerekek. Állsz a sorba, hárommal dögötte, és azt mondod, hogy sírtam, úristen. Hogy figyelj, nem fog tudni válaszolni, mert ő nem beszél magyarul. És ez a típus, aki rájön, hogy nem válaszol, ugyanúgy magyarul, csak hangosabb. Úgy. Hát nem mert érted. Azt hiszi, hogy ha hangosabb, akkor majd megért. Üvöltött. És mondod neki, hogy nem süket, csak nem magyar. És a néni, és így pont oda lehetett látni, hogy a néni széttárt a karját, és nem tudok. Igen, a magyar ember hajlamos azt gondolja, hogy hangosabban mondod neki magyarul, akkor már biztos, hogy megért. Egyrészt meg hát például a húha anyád, azt nem értem, igen. Hogy mit keresett ott, mert hogy nem ő tehet róla, nem, hogy ennyibe hát. Kerül a jegy, plusz nem is igen. Érti. De olyan, hogy mindenhol találkozol a véreiddel. Hagyd már, Lajos, avatba! Becsület kassza! Tipikus. Tengerparton nagyon tipikus, igen. Hagyjad, nem kell dobni. Hisztis házaspár van még nagyon jó. Nincs megelégedve a szolgáltatással semmelyikkel. Már a repülői szerinte szűkebb, mint tavaly. A pilóta rosszul tette le a gépet, borzasztó. Amint meglátja a szállodát, sötétben messziről már is kezdi, a katalógusban nem ez szerepelt. A szoba, amit kaptak, undorító. Mérgesen angol-németeznek a recepciósa. This room is no, yes good.
Yes, good. Wir gehen home. Ich möchte rum ad eddesi. A recepciós csak rázza a fejét. A kaja ehetetlen. A szálloda körülötti park egy szeméttelep, a medence pöcegödör, a tengervize olajos és retkes, anyu fintorokba dob a rébe egy lebegő nejlonzacskót, meg egy műanyag poharat. Tavaly törökben voltunk, az nagyon perfekt volt. Yeah. De ezek a görögök lusták és piszkosak felkiáltással. Igen. Na jó, hát ezek a jellemzések, egyébként tényleg sok tipikus van. Tehát szeretjük, nem szeretjük, de magunkra tudunk ismerni. Írjátok meg nekünk, hogy ti honnan tudjátok, hogy velünk, honnan tudjátok, hogy magyarra nyaraltok. Lehet Belföld, Dilegyháza, Balaton, Velencei tó, mik a tipikus védjegyei egy-egy magyar nyaralásnak, illetve azok, akik külföldre merészkednek, szintén honnan veszik észre, hogy mi ott vagyunk egymásnak. És valahol a közvetlen környezetünkben egy magyar család mulatja az időt. Lángos nincs. Felkiáltások, beszólások, nagy mondatok, nagy kiabálások, nagy veszekedések. 3:49 lesz pontosan 4 perc múlva. Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Nem vagyunk itt teljesen. Csörögjön a kassa, ne csak én hízlaljam a malacot, mindig a jaj gyerekek miatt, jöjjön az is, aki most egy picit lemaradt és dobjon be 100 forintot. Arról beszélgettünk, hogy egy internetes oldal összeszedte, hogy milyen tipikus magyar nyaralókkal találkozhatunk, illetve pontosabban milyen típusú nyaralókkal találkozhatunk. Szeretjük, nem szeretjük, elismerjük, nem ismerjük el, tudunk igazán magyarosan viselkedni külföldön, törökbe, görögbe, horvátba, spanyolba, ugye? Spanyolba, hogy ezt mondja az utazó, hogy idén elmegyünk törökbe, megnézzük, milyen lesz családdal, haverokkal törökbe. És szeretjük, nem szeretjük, tényleg vannak tipikusan magyarosan viselkedők. Most azért mondom, hogy magyarosan, direkt nem mondok durvább jelzőket, de amikor úgy sziszeksz egyet, finoman arrébb mész, és azt mondod, jaj. Jó, ezek is mi vagyunk. Nem vagyunk egyedül, de most egy picit jó lenne azért, ha nem találkoznánk. Svédasztalnál, szállodában, repülőn, Balatonnál, Velencei tónál, strandon. Nem is kell egyébként ehhez annyira külföldre menni, csak külföldön még jobban jön a felismerés. Ugye Magyarországon körülötted egy, mint a Balaton és strandon, mindenki magyar, nem lepődsz meg. Mindenki ugyanúgy viselkedik, nem riszki. Sokan ugyanolyanok, de mert vagy valahol, és egyszer csak hallasz egy klasszikus mondatot, akkor ott azért rájössz, hogy... Egyébként állítólag minden nemzetnek megvan ez. Biztos. A, ez nyilván, a fajta persze. Leírása, csak hát nekünk azért fáj, mert ez a rólunk szól. Ezen legalább annyira kell tudni röhögni, mint tényleg komolyan venni. Tehát, hogy igen, sajnos nyilván ugyan hasonlók a svédek, a finnek, a törökök, a görögök, az angolok, tehát nyilván az angol fiataloknál prostóban egyébként világszerte sehol senki nem viselkedik. 16 évesek 20-as bolyokba mennek, mindenhol részegek, hangosak, rettenetesen prostók, agresszívek, verekedni akarnak, szemetelnek, tehát tényleg szörnyűek. Ibizát nem a magyar fiatalok lepik el. Ahhoz képest, igen. Ezeket a fotókat, hogy igen, de vagy például Majorkát most ellepték egy pár éve az angol fiatalok, hát ez egyszerűen döbbenetes, hogy viselkednek. Vagy a vállalatlan német nyugdíjasok. Na nézzük, mit írtak a hallgatóink. Légiutas kísérő voltam egyik alkalommal Bangkokban, reggel lifttel igyekeztünk le reggelizni, rengetegen voltunk, tömve volt a lift, minden emeleten megállt, már dugik voltunk, az egyiknél újra kinyílt az ajtó, és még tülekedtek befelé, erre valaki megszólal magyarul. Hova? Csába tetszik tolakodni. De mire jött a válasz magyarul? Reggelizni szeretnénk. Micsoda? Nagyon. Összeért. Gyönyörű. Magyar a magyarra. Beszól, elküldi az anyába, erre visszaszól, hogy reggelizni szeretnénk. Gyönyörű. Történet állsz középen a livben, és finoman mosolyog szíven. Rómában egy benzinkúton vásároltam, az egy másik kasszánál a kutas kereste a vonalkódot egy nagy dobos sörön, a vevő megszólalt. Ne rász, már felbémek, hogy fogom így meginni? Mondtam a feleségemnek, milyen jó egy kis magyar szót hallani. Perec küldte nekünk. Nem tudom, honnan ismertek Majorkán a Spárban, pedig csak annyit kérdeztem az előadótól, how much is the flakon víz? Atya Isten, de szép, értetetlen, Gubi küldte nekünk. Anyusom hallotta Olaszországban egy csinos nőtől, aki nem tudta, hogy magyarok is vannak körülötte a strandon, és a családjának mondta, egész nap fosok a levestől. Szeretjük, szeretjük. Nagyon, nagyon klassz. Na hát pont erre gondoltunk. Olasz tengerpart. 5 éves forma kisfiú odafut a parton köröző árushoz, anyuka eszeveszetten fut a gyerek után, majd rángatja el onnan a kezénél fogva, és rázza a fejét elutasítóan. Tipikus magyarokra jellemző jelenet. Közeled felé hallottunk, nem lehet Danika túl drága. De egyébként ezzel nincs baj. Hát ezzel nincs baj, a gyerek akart valamit, anyuka lebeszélte. Ez szerintem egyébként nem baj. Fakultatív buszos program előtt már fél órával az indulási ponton állnak, és anyu nem engedi leülni apucit. Állj sorba, hogy az övék legyen a legjobb hely a buszon.
így. Tipikus, Sári küldte nekünk. Görögbe vittem egy csoportot, program, aranyműves látogatás, csoport be, asztalon pisztácia és víz. Egyik anyuka így szólt, jó lesz ez később, ezzel beöntötte a tál pisztáciát egy kilós nejlon zacsiba. No comment, Krisz küldte nekünk. Anglia is, tehát a mögötti kastélyban. A szánkat tátottuk a gyönyörű kert és a festmények láttán, aztán csak ennyit hallottunk ordítani egy másik látogatóból. Azzal arcoskodnak, amit összeloptak a világból a rohadékok. Ott is fotózott, ahol tilos volt, persze vakuval. Csak úgy olvadtak a 300 éves festmények, szégyeltem magam. Külföldön beültünk egy étterembe, egy magyar család férfi tagja rántott húst szeretett volna kérni, persze nem értették egymást, így egyre hangosabban mondta, hogy rántott hús, nem érted? Pedig nem süket volt, csak nem beszélt, hogy eljött. Igen, ami ezután következett, azt nem hiszem el, ha nem látom. Az úriember aktivizni kezdett, rántott egyet a kezével, ott-ott elmutatta a távolba. Ránt ott? A hús megfogja a karizmát, hogy hús. Érted? Ránt, ott, hús. Szerintetek mit kapott? Szerintem adtak neki. Jézus, atya úristen. Nagyon durván besírtam. Fofi küldte nekünk. Szombatok. Szombaton magyar bevásárol. Hozd azt, anyuka, ne azt, az 2 euró, az meg csak 1,78. Mindezt ordítva, hisz itt senki nem beszél magyarul. Hajlamosak vagyunk elhinni. Ugye, hogy kimész ilyen helyre, akkor nyilván nincs más, lehet kiabálni. Igen. Igen. Reggel 7-kor már ül a mama a harmadik medenceparti nyugágyon, foglalja, mert az egész napra kell. Jó, ezt az ágyfoglalás azért más nemzetek is csinálják. Ez reggel fél 8-kor már leviszed a törölközőt, hogy legyen helyed, ezt azért mások is csinálják, köztük én is. Tényleg... Nálunk a szertor. Leküldenek? Én megyek. Én utálom, ha nincs ilyen menencén, én lemegyek, lerakok Áron Törcsit 2 könyvet. Igen. Ezt én is csinálom. Prosto? Hát nem. Kicsit. Jó, gyerekek, ezt azért sokan csinálják. Mi nem. De most mi a bajod jó, akkor, hogyha medencét... De bárok között nincsenek napágyak, meg víz. Hanem, minek, ez is igaz. Minek, nem vagytok vízparton egész nyáron. Mit anya, foglald azt a bástyát! Nem kell tüllekedni se. Állj be a kazamaták! Mindjárt indul a 11 órás kazamata látogatás. Állj be virág a sorba, de minek törölköző napágy? Nem vagytok vízparton konkrétan. Én befoglalom. Hogy mi a baj azzal, hogyha a harmadik sorban van? Azzal semmi. Ja, az a baj, ha nincs. Ha effektíven nincs, akkor az úgy az ember egy kicsit nehezebben viseli. Tehát én nagy átfoglaló vagyok. Vikkiek mennek reggelizni. 3 törölközővel. Két újsággal megyek ágyat foglalni. Görögországban a meteorák környékén veszettül tépkedte a babérlevelet a fáról egy férfi. Meg se szólalt, tudtam, hogy magyar. Sejtésen beigazolódott, mikor odaszólt a jének, hogy hozzon még nejlon zacskót, mert szed a szomszédnak is. Ingyen babér, friss babér, vicces. Hát érted. Főleg, hogy szezonja van a krumpli főzelék. Van egy ismerősöm, aki levitte a barackot a nyaralásra, és ott főzte be a lekvárt, mert otthon nem kell gázt fogyasztani. Bütyök küldte nekünk. Ha ismernétek, hogy milyenek a szervek, örülnétek, hogy magyar turistákkal találkoztuk. Aláírjuk, persze, mindenki csinálja. Igen. Nem külföld, Életházán történt, a tóban mellettünk egy pár beszélget lekezelő hangnemben. Nézd már azt a sportkocsit, látod, B, meg ezek is idejönnek, nem Siófokra. Az az autó, a miénk volt. Atyaisten. Egy haver pincér volt Horvátban Split mellett, 3 magyar turista, akik nem tudták, hogy ő magyar, rendeltek 3 sört, és megjegyezték mellé, hogy siessen, mert különben megcsinálják az asztal tetején. Erre a haver visszakérdezett, üvegeset vagy csapoltat kértek? De szép történet. Mi szarágóék vagyunk, 4 szállodával visszük a magyar üdítőt. Gondoltam, titokban felhordom a kocsiból, erre a párom átlátszó szatyorban behozza, a recepciónál odaszól nekem. Hogy 4 csillagos szállodában laktak, igen. És vittek ücsi, és mit mondott anyu? Hogy ez miért maradt a kocsiban, vagy ez mind a kocsiban maradt. Azt hittem, elsüllyedek. Az de a recepció. Az de szép. Jó, hát ismerek valakit, azért kimegy a tetyóba visszatölteni a minibárt. Tehát hát azért én tudok valakiről, szerintem. Aki elmegy egy magyar szállodába, kiissza a minibárt, és visszatölti a... Most már nem csinálom. Sikerült visszakupakolni a múltkor. Azért én tudok valakit, csináltam, hogyha azt láttam, hogy nem a kis kiszerelés, hanem nagy, amit kint is kapható, akkor nyilván. Frosztó.
akkor nyilván, visszatöltöttem. Egy Mónika, egy alma levet. Azonnal húzása volt. Megyünk a tetyóba, megbeszél. De szép. Feljegyzeteltet, hogy mit iszik a család, és kimentél vissza, tehát fölírtad? Le, volt egy ilyen időszak, amikor, igen, megnéztem, bár mit fogyasztottuk az elmúlt időszak alatt. Igen, aztán pedig hogy hiák volt a visszatöltöttem, csak az a baj, hogy ugye a szállodáknak baj, mondom most nem már. Az a kiszerelés. Ha nem az a kiszerelés. Bizonyám, ravaszak. Nem az ravaszak. A kiszerelés. Ott mindenből az van, amit egyébként a közeli hiperben nem abban a formában tudsz megvenni. Hát igen, viszont a Bountyból, meg a Snickersből mindenhol ugyanakkora van. Azt is. Ha miért ne? Ha viccelsz. De akkor miért nem vettél magaddal, és vittetek le, és tettétek be a hűtőbe, és ettétek a sajátot? Ne, nem, ő a családot ne keverd bele, ez csak én volt. Hát a család ette meg, te töltötted vissza. Ne, legtöbbször csak magam után töltöttem vissza. Ja, hogy csak magyar magad után. Hát igen. Azt mondja, hogy Városháza nézés, szintén külföld, Hannover, liftben a liftes fiúról az egyik lány, de jó segge van. Emeleten kiszállunk, mire a srác jó mulatást kívánok. Szólt vissza magyarul. Barcelona Sagrada Familia előtt magyar srác csinálja az óriás buborékot a gyereknek, természetesen agyon tetoválva szegecsekkel a fejébe, majd jöttem én, de szépen néz ki. A jó édes anyádat, mire a srác. Köszi. Na ez kijelölte be, gyerekek. Na. Olvasd Ferencesen, de olvas mi az, hogy olvasd Ferencesen? Akkor Ferenc? A Laci? Hát ez nem lehet. Hát, én konkrétan nincs ebben a formában, nincs értelme. Na jó, hát köszönjük az SMS-öket, sok jött. Szomorkodjunk, vagy nevesünk? Nem, nevethetünk rajta. Ez azért szórakoztató. Én nekem ezek a Lajos, Rező, Dezső hozzám már kettőt vegyél, ne egyért, lángos nincsen, rohagy meg, akármi. Nekem ez bejön. Engem szórakoztat, amikor néha ugye külföldön vagyunk, és ezt hallom, akkor nekem ez így tetszik. Én soha nem felejtem el, amikor kim voltunk még nagyon-nagyon régen, Nyugat-Berlinben, és ott álltunk a berlini falnál, és így a Reichstag mögött, és ott sétálgattunk, olvasgatunk, nézegetünk a feliratokat, és azt látom, hogy valaki kiírta, hogy eljön még a mi időnk, menja. De gyönyörű. És valahogy úgy otthon éreztem magam abban a pillanatban. Abban a pillanatban, tudod, igen, hogy otthon vagy.